Kapogják, kurva anyád! Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast. Én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika, a romániai adóparadicsomból. És Pivko Krisztián alias Mújó. Háttérben pedig a ropogó tűz, ezzel röhögtem, mert lehet, hogy az adás elejére bekeverjük a te örökérvényű mondatodat, és megint explicit lesz a tartalom. Azt azért tegyük hozzá, hogy ezt te kérted. Kétszer is egymás után. Nem. Először mondtam, hogy... Utasítsam rendre a fát. Azt mondtam, hogy csöndesítsed el azt, aki mögötted van. Te meg azt mondtad, hogy az a fa. Ne ropogjon podcast alatt. Begyújtottatok? Csak nem hideg van. Be. Itt ilyen vihar készül, úgyhogy ha így kilépek a podcastből akaratom ellenére, akkor az azért van már áramszünet. Mert a román medvék kopogtatnak az ajtódon. Igen. A román adó paradicsom ajtaján. Azt ismered, hogy mi a román hifi torony? Mi? A barna medve hátán olá cigány hegedül. Ne hülye vagy. Jó, Istenem. De ez nagyon régi pedig. Tegyük hozzá, hogy... Bocsánat. Mondjad? Én sem hallottam még ezt a fergeteges viccet. Most erre ráfűzhetnék, hogy mi se hallottunk most téged, de te olyan kijelentést tettél ma, hogy mindenkinek le fog szakadni a dobhártyája. Olyan performancia javulást értél el. Igen. Igen, így, mikor ordítasz. Nem ordítok. De egyébként orgánumodból kifolyólag mindenkinek hozzá kell szokni, hogy ennyi a hangerőd. Úgyhogy... Ha valaki folyékonyan beszél, mondjuk nem tudom hány nyelven beszélsz, a magyaron kívül, meg tud programozni, és ilyen érdekes témákról beszélgetni 50x adáson keresztül, gond nélkül lecserélünk téged, addig pedig te maradsz. És játszanak a potméterrel. Nem, egyébként beszereztem végre, ez nálam mindig ilyen hosszú távú folyamat, hardvert választani, és aztán be is szerezni azt, úgyhogy most van új fejesen meg, amit Blacky beajánlott ezt a telefonba, a jack összehozós bigyót, minden össze van dúlva, de hát szomorúan kellett konstatálnom, hogy egyöntetően állítjátok, hogy nem lett kifejezetten jobb a hangerő, ez van. Csak egyébként kéne tényleg... csinálni ezt a közösségi gyűjtögetést, a crowdfundingot, és egy több csatornás keverőre beruházni, és akkor téged fölhívnálak Skype-on, Fifikát, Viberen, a kettő összemenne, visszamenne nektek a jel, mindenki hallana mindenkit, és téged tudnálak erősíteni, ahogy akarnálak. Hát, vagy beszerzek még egy megafont, és azon keresztül fogok beszélni. Szerintem egyébként... erre valami szoftvert kéne fejleszteni. Christian the Voice, tehát egy ilyen több csatornánál mindenféle ilyen dolog, és akkor nem kéne itt mindenféle szart használni, érted, Skype-et, meg Vibe. Krisztiánra írnak egy ilyen szoftvert. Vagy csak egy effektet rajtam írni, fog futni. Hogy a hallg embereket, a sávjukat megkrisztianizálod. És ezáltal erősíted. Mujóizálod. Átvezeted a mujótronon. Ha így haladunk, a jövő héten már vízen fog járni. Én mondjuk a múlt héten jártam, ha érdekel. Na tessék. Befagyott nálunk. Az van a fejeden korona? Miért is? Hát az a te privilégiumod, Charlie. Nem, hát Mátyás király a Duna befagyott jegén. Ugye? Ja, hogy úgy. Ó, hát, Istenem. Hát engem már rég koronáztak, úgyhogy... Azt tudod, hogy Mátyás koronázását azt hiszem kétszer vagy háromszor halasztották el. Ja, azt hittem, hogy leadták a Hír TV-be. Nem, fagyott eléggé. Nem, azt tudnotok kell, hogy Mátyás király az utolsó királyunk, aki teljesítette a koronázás minden kritériumát, és miután a közrendek háromszori felkiáltása mellett kell magyar uralkodót koronázni, ezért húsvétra tervezték, de akkor a sár volt az országban, hogy nem tudták összehívni a közrendeket, ezért tolták ki a koronázást azt hiszem egy vagy másfél hónappal, és utána koronázták meg.
És akkor a koronázás kritériumai, ugye, hogy a közrendek háromszori felkiáltása mellett a székesfehérvári, mi van ott, bazilika, kápolna, nem tudom én mi, és a nem tudom én melyik püspöknek kell a koronát ugye a király fejére tenni, ami ugye nem azt jelenti, hogy ebbe fog utána élete végéig járni, mert ez csak egy beavató korona. Na mindegy, hosszú. Hogy jön ide a Duna jege? Ott csak Leg... választak, ott nem koronáztak. Bocs, bocs, bocs. Ja, hogy a szertartás aztán majd Fehérváron. Igen, igen, és ő volt az utolsó olyan király, aki minden kritériumát betartotta a koronázásnak. Utána Nagyon. gyakorlatilag már nem tekinthetünk királynak senkit, mert valami elmaradt. Nagyon A pedáns ember volt ezek nagyon szerint. fontos kritériumok. Igen, hát és egyébként meg ő vásárolta vissza a magyar koronát, és a mai napig nem tudjuk, hogy mennyit fizetett érte, de nem keveset. Tehát azt hiszem, hogy az akkori magyar adóbevétel egy évi járandóságát fizette ki. Tehát Na, de legalább ezt a akkor még szép nem rég... GDP-be számoltak? Vagy Paks Nem tudom, 2-be? mibe számoltak, Ezt a Csárki. szép régi hagyományt látszik feleleveníteni akkor a Fidesz-KDNP koalíció. Itt se tudjuk, hogy miért mennyit fizetne. Mi van? Rád sorvad a kenyér? Nem, csak megkérdezték, hogy a szendvicsem kalácsból kérem, vagy kenyér. Édes Istenem, nagyon el vagy Lehet kényezve. kalácsból Természetesen egy szendvicset. román adóparadicsomban ücsörgő ember azt nyilván kalácsból kéri. Tehát akkor paradicsomot is kapsz hozzá. Zsí! Így van. Tormával, Egy sonkával. adóparadicsomot. Azon egyébként, hogy egy picit még beszéljünk a gyönyörűséges hangomból, hogy valóban tényleg lehet, hogy az alaphangom, hangszínem és a hangmérség kombinációja az, amit egész egyszerűen alaphangon nem tudok elég hangosan beszélni, hanem kivéve, hogyha nem üvöltök. Viszont ennek a megfordítottja az, hogy nem tudok annyira halkan beszélni, hogy ne hallják. És ezt annak idején az iskolában ezt állandóan megszívtam, mert én mint az órom alatt motyogtam a pattársammal, és az a tanár nála a terem túl végében egy ilyen folyamatos mély zúgásnak hallotta, és tudta, hogy én beszélek. Igen, nekünk is van a munkahelyen három ilyen kollega, aki bármilyen távol ül tőlem, tudom, hogyha velük vagyok, akkor minden szavát hallom, és akkor is, ha ő normál hangerőn beszél, és egy ilyen permanens alapzaj felharmonikussá alakul, borzasztó zavaró is tud lenni, de felül kerekedünk a dolgokon. A te hangodat simán csak szeretjük. És Igen. megvédünk, akinek nem tetszik, az beszéljen szebb hangon sokat. Vagy vegyen nekem stúdió felszerelést. Vagy egy új laptopot. Vegyen Ezek így. stúdió felszerelést nekem, mert én rögzítek már évek óta. Vegyen neked új laptopot, 2x27 szolos monitorral, Fifikának is vegyen valamit. Ja, olyan fát, ami nem Én egy ropog. paradicsomvágót kérnék szépen. Oké. Egyébként mi volt a héten ma azon felül, hogy csontig hatoló hideg van, és iszonyat. Tegnap gyerekek olyan gyönyörű felhők voltak fölöttünk, hogy én csak álltam és bámultam. Tehát eszméletlen. Te megőrültél? Nálunk jég esett tegnap konkrétan. Tehát Charlie, én még ilyet nem láttam. Tehát én vitorláztam valamikor, Ó, és Istenem, mivel az 1000 éves sólyommal? nem, én még Ernő bácsi gépeivel repülgettem. Ja, azt amit hittem, én... hogy vitorlás hajón. Nem, De nem, mondom, Dócon viszonylag repülgettem. kevés a bevitorlázható tavak száma. Hát Tisza van itt, kérlek szépen. Azért Az meg mondtam mondjuk tó. eléggé nehéz rajta egy kanyar bevenni, mert azért nem pár akkora, mint a Temze London alatt. Úgyhogy. Ennyi, de hogy vitorláztam, és hogy eszméletlen sokszor repültünk úgy, hogy felhős időben, vagy felhő fölött, vagy felhő alatt, de ez, ami tegnap volt, öcsém, ez nem semmi volt. Tehát, mintha így le, tudod, ez a medúzák
azok hasonlítottak erre tegnapire. Így lógott ilyen halvány szálakba lefelé az eső, és nagyon szép volt. Átsütött a nap, volt az egyiken egy piszak nagy luk, és átsütött rajta a nap, és ilyen Az a fény kékes-zöldes oszlop. napos fények. Ki eszméletlen volt, tehát még ilyen szépet nem láttam. Már Nagyon ideje volt megérte már. megszületnek. Küldök egy fényképet akkor magamról, hogy mindig láthassam valami Jaj, szépet. hogy a fény mindig ott legyen nálam. Kirakod a mennyezetre, és akkor nem kell lámpa, csak így Ennyi, lefele ennyi. sugárzok. Ennyi. Mennyit fogyaszt? 0 watt, öcsém. Ennyi. Kész. Mi az a teljesítménye? Egy Charlie. Egy Charlie. És Ennyi. képzeld, a kitapétázod ilyen 100 Charlie-ra, hát az már valaki napszemüvegbe kell bevenni a sötét szobába. Az már Szolárium helyett szolárium. lehet majd használni. Barnítasz is? Persze, persze, persze. D-vitaminban gazdag a fényforrásom. Mána barna. Ezer Kaptam ezt a nemzetközi szint. egység. Valamelyik reklámban múltkor meghallgattam. Bazd meg, 8-szor mondták-e 30 másodperc alatt, hogy ugye a 2000 nemzetközi egység D-vita, úgy rohadjál meg a nemzetközi egységeiddel. Mert azt hiszik a hülye reklám szakemberek, gyakorlatilag a cégnek vagy a titkárnője, vagy a marketingese, hogy ez a tudatalattihoz tapadás akkor következik be, hogy ha 8-szor elmondják, meg 10-szer egy reklám alatt, hogy hol vetted ezt? Abban a webshopban, tudod, a www.anyámkínja. Hát mondom, ezt nem akarom Nem elhinni. akarlak elkeseríteni, Charlie, de azért ezek nem baktában lövöldöznek, ezek a szakemberek, és valószínűleg felmérések igazolják a hatékonyságát ezeknek. Arról már nem ők tehetnek, hogy te nem az átlag intelligenciához tartozol, mint akit megcéloznak ezekkel a reklámokkal. Mert azért tényleg a reklám szuggeszció azért ez egy bizonyos intelligencia fölött nem annyira érvényesül. Ja, Úgy is tehát akkor mondhatnám, hogyha tudsz gondolkodni vegyem önmagad. alapul a ma 18-49-es társadalomnak célzott műsort mondjuk a tévében, ami úgy néz ki egy KER csatornán, hogy éjjel-nappal Budapest barátok közt, utána egy sorozatrész, és utána még mondjuk egy híradó, és akkor, hogyha ez nekem nem felel meg, akkor nem én vagyok a célcsoportjuk. Igen, én azt hiszem, hogy ez Ezt így ilyen. buktam, ki is köttetem a tévét. Sorozat, amiről Garamvölgyi Dénes lesz szó durván a mai adás vége felé. Jöhet Készítsd a hangerő gombot. Most már én is megnéztem Jaj, az Istenem! záró epizódot, Ezt vagy tök nem. jó hallod? Megy X évad, ez már az ötödik volt? Ötödik évad? Igen. Valahogy úgy, Ötödik igen. évad, Ból megrézi az évad zárót. Előtte se látott 4 évadot, megnézi ezt az egyet, és azt mondja, hogy ez szar. Na jó, ezt majd visszatérünk rá. Kicsit idézőjelbe szakmázzunk. Szakmázzunk egyet, mert mindenféle dolgok történtek itt az elmúlt időben. Igen, besűrűsödtünk, mert annyi hétig nem beszéltünk ezekről, hát nem miattunk, hanem most érezték, hogy valami durva dologgal kell kiállni, hogy egyáltalán foglalkozzunk vele, és itt van rögtön a Hallmeister Over blog. Én így olvastam először, azért ez megmaradt, hogy Hallmeister, kész. Ja, G.L. Hamzer. Igen, igen, igen. Igen, igen. Hallmeister, kész. Jacques Le Houzé blogján jött le, meg a Facebook is ettől volt ma hangos gőzlér körökben, hogy az AFNOR nevezetű szervezet, amit nem sikerült teljes egészében kiderítenem, hogy ezek kik, de ez valami francia illetőségű ilyen szabványos ajánlás készítő cég, és ők lettek azzal megbízva, hogy dolgozzanak ki egy európai szinten érvényesítendő elektronos cigaretta biztonsági szabványt, kvázi, és amennyire lehet hinni a híreknek, ők együtt dolgoznak majd az Európai Bizottsággal, hogy akkor ez legyen a nemzetközi ajánlás. És elkészítették az elektromos cigaretta készülékekre és utántöltő folyadékokra vonatkozó ajánlásaikat, ami nem is sikerült egyébként annyira rosszul. Mondjak. Tényeket is. Ők azt ajánlják, például a készülékekkel kezdjük, ami a keresztségben az XPD90 kötőjel 300 kötőjel 1-es ajánlás nevet kapta, hogy ne lehessen túlfűteni, túlmelegíteni az akkumulátort a készülékekben.
ők egy ilyesmit javasolnak, hogy, és ennek a rizikóját elektronikával megelőzendő olyan készülékeket kell forgalomba hozni, amivel nem lehet túlhevíteni az akkumulátorokat. Ez mondjuk fölvet egy egész érdekes kérdés, hogy mi lesz a MEHA készülékekkel, hogyha ezt elfogadják, mert ugye ott semmiféle ilyen elektronika nincsen. De akkor külön akkumulátort kell gyártani a mehákhoz. Hát, vagy azt mondod, hogy a mehákhoz meg nem hőmérséklettartományt adsz meg, hanem minimum ellenállást. Tehát úgy mondom a minimumot, hogy ameddig maximum lemehetsz, hogy mondjuk 1,4 ohm alá nem mehetsz ilyen húzallal, mert akkor egyébként olyan hőmérséklete lesz, hogy csuda. Jó, csak érted, ez a gyártókra vonatkozik, vonatkozna forgalmazókra és a gyártókra, tehát egy újraépíthető kazánnál ezt hogy szabályozod? Sehogy. De hát ez pont olyan, hogy... De, hát ez nem igaz. Szerintem ezt úgy lehet szabályozni, mint most egy sarkos példával mondom, mint hogy az autógyártók megállapítják, beállítják sok-sok mérnök órával az autót, hogy az optimális legyen a fogyasztása, a teljesítménye, lehetne kevesebbet fogyasztania, lehetne nagyobb a teljesítménye, de ez mind az életciklus rovására menne. És ezt valahol engedélyezik, illetve nem engedélyezik, hanem dokumentáltan legyártják, elkészítik, sorozatgyártják, és ott vannak a versenyautók, ugyanezen autók kihegyezett példányai, ahol pedig egy-egy verseny előtt oda gurítják őket a parkfermébe, és azt mondja mondjuk Magyarországon a Magyar Nemzeti Autószövetségnek a kihelyezett nem is vizsgáló biztos, csak egy ellenőr, nem is csak egy ellenőr, aki mindenféle építettünk autókat, úgyhogy el nem tudjátok képzelni, hogy csak egy bukókeretre 80 oldalnyi dokumentáció egy versenyhez, hogy hol kell hegeszteni, mit kell kibírnia, mennyi tömegűnek kell lenni, milyen hegesztési pontokkal és varratokkal kell rendelkezni. Tehát így mondom, hogy lehet, hogy akkor lesz majd olyan verzió, hogy ezekre a cigikre, a hagyományos e-cigikre, mit tudom is én, ilyen ego vagy ilyen összeszerelt out of the box cuccokra. Ezek vonatkoznak. Aki meg olyat szeretne, amit ő otthon megépít, azt meg olyan alkatrészekből tudná, de hát értelemszerű, ezt rohadt nehéz tisztázzuk. Ez is explicit lesz, mert akkor úgy beszéljünk. Legyen explicit. Oké, bazd meg. Tehát, hogy ez akkor... exploit lett, igen. Hogy akkor ezt nehéz mondjuk, igen, szabályozni, hiszen hogyha te nem az e-cigi boltodban veszed mondjuk meg a húzalt, hát akkor hol veszed meg? Elmész egy elektronikai boltba, és ott veszel. Csak akkor nem úgy fogják hívni, hogy 0,32-es nikróm húzal, hanem keresel olyan megfelelő ellenállású húzalt magadnak. Tehát ez, igen, ez itt szélmalomharcnak tűnik. Igen, ez a fele ez nem annyira lefethető, de egyébként mondjuk a mehamot gyártók, hogyha mellékelik, hogy mik azok az észszerű üzemeltetési paraméterek, amelyek között kell maradni, akkor ha valaki annyira hülye, hogy saját felelősségére ettől eltér, akkor térjen el. Minden esetre szemlátomást erre nem gondoltak, tehát igazából ebbe az egész ajánlásba itt most a mehakészülékek, tök most a gyerekek, de majd valamit biztos kitalálnak. Jaj, de nincsen vége még, igen. Én csak annyit akartam mondani, de legalább valamerre elindultunk, és ez jó pofa. Igen. Alapvetően tök észszerű, de nem akarok előre szaladni. Tehát olyanokat írnak még a készülékekről, hogy ne sérülést, vágás, robbanás és egyéb sérüléseket ne okozzon. A felületi bevonatok nem ereszthetnek magukból allergén vagy mérgező anyagokat, vagy nem égethetnek meg. Azt ajánlják, hogy a készülékeknek biztonsággal túl kell élniük egy másfél méteres esést. Igazából én itt kommentálom ezeket. Igazából nekem ez a túl kell élni egy másfél méter magas esést, szerintem ott soha nem a készülék lesz a gyenge láncszem, hanem vagy ez az egybeépített akkumulátor, vagy maga az akkumulátor, de az egy másik vonal felől megközelítve.
Tehát itt a biztonsági vonal és nem az egészség megóvási vonal, mert hát hiszen tudjuk, hogy az aksi például nem szereti, hogyha leejtjük és megnyomódik, hiszen nagyon vékony Igen. rétegek vannak, és ha sérül, akkor ugye nem tesz jót az akkumulátornak. De Jaj, jaj, jaj. folytasd akkor. Jó, a vegyi veszélyeket korlátozni kell, és a fűtőszálban felhasznált fémek nem tartalmazhatnak higanyt. Tehát itt néztem azért itt az allergén bevonatokra szálltak rá, vagy... Jó étvágyat! Köszönöm szépen! Megjött a kalács. A kalács. Megjött a kalács, most kalács van kába csomagolva. Jaj, Isten. És a higany, mint első számú közellenség. Egyébként nem csak a higanyt kéne első számú közellenségnek kikiáltani, hiszen hol tudnál te higanyos kazánt használni, ellentétben mondjuk egy réz kazánnal például. Én nem tudom, a higanyt azt gondolom nem használják semmilyen ötvözetben, mert hogy ugye folyik szegény. Hát viszonylag alacsony az olvadás pontja. Lehet, hogy pont erre gondoltak, hogy valamilyen ilyen bolhafingnyi ötvözetként valahol a megmunkálás miatt könnyebb legyen vele dolgozni, például ilyen, mit tudom is én, egy ezreléknél, Charlie vagy... nem volt, úgyhogy valamikor a forrasztóhón is tartalmazott valamennyi higany. Nem, olmot. Mert lehet, hogy könnyebb volt a kezelése, illetve az olvadás pontja. Igen, mondjuk ebbe a felsorolásba az olmot is belevehették volna egészen nyugodtan. Például, igen. De hát ez egy mégis első allergén, verzió. Allergén anyagok címszólnak, nagyon sok mindent föl lehetne sorolni. Az igaz. De azért én azt hiszem, hogy a fémgyártásban ez aránylag jól behatárolt már, nem? Jó, hát szerintem most kezdünk el odaérni, ahol mondjuk az építőipar tartott, nem tudom, hány évtizedekkel, vagy állapították azt meg, hogy nem lehet azbeszt tartalmú szigetelés mondjuk a házban, és elég durva mindenféle biztonságtechnikai felszerelést magadra kell ölteni, hogyha mondjuk egy ilyen házat szigetelésmentesítesz, vagy hogy mondjam neked, hogy szigetelést cserélsz, ahol mondjuk van ilyen anyag. Úgyhogy lehet, hogy most érünk el mi is oda, aztán szépen kidolgozza magát a rendszer, hogy úgy mondjam, hogy mi az, ami lehet benne, mi az, ami nem. Hát ez elég észszerűnek tűnik egyébként, amiket itt felsorolt. Igen, igen, eddig egészen rendben van. Kitaláltak egyébként még kétfajta kötelezően megjelenítendő ikont is, ami az egyik azt jelölné, hogy mekkora az átmérője a töltő luknak a kazánon, a másik pedig az utántöltő flaskákon jelölné, hogy mekkora az átmérője a csőrnek az utántöltő flaskákon, és akkor így egyből lehetne látni, hogy kompatibilis-e az a... 8 mm-es lyukba belemegy a 3 mm-es csőr. Igen, igen, igen. Ezt a részét nem igazán én se értem egyébként. Ez praktikus akar lenni, de... Hát igen, csak már Krisztián, ez akkor lett volna érdekes, amikor a két generációval ezelőtti kazánokról beszélgettünk, amikken tényleg lyuk volt, ilyen gumi alakú lyuk, és tényleg meg kellett nagyon gondolni, hogy milyen csőrrel tudsz bele. Azért nekem is figyelni kell arra, hogy mit mondasz, mert mondod folyamatosan, hogy ilyen magasról lejteni, meg ez, meg az, meg az akkumulátort, és ugye az én fejemben milyen akkumulátor van, ami itt van a közvetlen közelemben, aztán véletlen a félhomályban ránéztem egy egóra itt a szoba sarkába, és akkor ugrott be, hogy ezek a döntéshozók, vagy gondolkozók, ezek még mindig 2-3 évvel előre, vagy hátrébb vannak. Igen, és abban gondolkoznak, de hát nem azt kell szabályozni szerintem. Nem csak azt már, tehát az a bicikli már elment. Na mindegy. Ja. Ennyi szólt egyébként a készülékekről. Beszélhetek én a palackokról, meg az utántöltőkről?
Hogyne. Na, hát ugye a biztonságipar az a nevetséges számomra ebben az egészben, hogy gyakorlatilag olyanokat kérnek, amiket már jó részt teljesítenek a gyártók, ugye gyerekzáras sapkát, vagy csepegtető pipettát írnának elő. Tiltsanak be minden olyan anyagot, amelyből felszabadulhatnak veszélyes anyagok, és itt megnevezik például a biszfenolát, mint műanyagból felszabadulható veszélyes anyagot. Aztán a gyógyszerészeti minőségű, vagy annál jobb összetevők, propilén-glikol, glicerin vonatkozásában, illetve hát ezt nem értem. Mi az, hogy élelmiszeripari minőségű alkohol? Ugye alkoholban oldott aromát nem sűrűn használunk Igen, likvid fúj. keveréshez. Ezzel kapcsolatban nekem is lenne egyébként észrevételem, hogyha megengedett közbeszúrnék, Igen. hogy és itt kattingatom már. A kezembe vettem egy dzsúzos flakont, ami nem amerikai, hanem Angliából van. És Péter küldte ezt nekem, akinek a vezeték neve Mystic, és ezen van kérlek szépen ez a Ezúton is üdvözöljük Pétert. Hello, Pete! Hello, Peter. Van rajta kis ijesztő halálfej keresztbe rakott lábszárcsontokkal, ettől gyerekkoromban nagyon féltem. Van rajta, tudod, ez a Nikotin vakok. miatt kötelező, igen. Igen, van ez a vakoknak ez a háromszög, tudod, ez Így amit van. ki tudsz tapintani, Így van. és ő már használja egyébként a rohadtul visszakereshető egyedi sorszámokat a flakonokon, és napra pontosan gyártósorra megmondja, hogy az melyikről szállt le, hogyha valaki problémázna. És rajta van Oda, még igen, oda egyébként elég egy rengeteg jó szám is kisbetű tett a... összetevőtől kezdve minden szar hol gyártja. És a kezembe veszek egy amerikai, ja, bocsánat, és ez egy UV szűrős vagy PET palack, vagy üveg. Ami pedig a Üveg szerintem. nikotinunk, nem, hát ez az 1 decitől fölfele, Ja, bocsánat. ez a Charlie Edition. Mindig elfelejtem, hogy te nem millibe méred a málnát, hanem literbe. Igen. És akkor itt van a kezemben egy másik, most nem mondom a forgalmazóját, de egy nagyon dizájnos üveg, ami, és Amerikában nem tudok, tehát erre mennek rá, nem az, hogy jó legyen az íze, mert mondjuk még azt is mondhatnám, hogy jó az íze, de a dizájnra. És sokkal fontosabb náluk a fontkészlet, meg hogy milyen dizájnos az üveg, meg a matrica, mint az, hogy mi van rajta. Konkrétan, amit látok, az egy nagyon szép logó, halálfej nincs rajta, az üveg az átlátszó, biztonsági gyerekzáras pipettás az is, de felirat az csak annyi van rajta, hogy milyen összetevők vannak, de hát ez az általános dolog, tehát ez a propilenglikol, növényi glicerin, és a többi, és a többi, de van olyan üveg is a kezemben, ahol még ez sincs, csak maga a logó egy áttetsző üvegen, gyerekzáras kupakkal, és semmi biztonsági jelölés. És látjátok, élen járunk mi is ebben, hogy mi nem adunk, vagy nem engedünk a 19-ből, vagy 21-ből, mit tudom én, hogy 48-ból nem szoktuk 48-ból, engedni. azaz. És akkor ott van ez az amerikai üveg, és az meg semmi olyan nincs rajta, amire azt mondanád, hogy igen, ez e-cigi konform. Hát igazán És akkor utána meg ilyeneket mondunk, hogy hú, mert Amerikában mit tudom, ezres nagyságrendekben semmi. mérhető, hogy mennyi íz, meg mennyi gyártó. De hát meg kéne felelni a kritériumoknak. Semmi. Annak idején, amikor a címkéjét terveztem az üvegekre, akkor megnéztem kismillió címkét a neten, és nekem is föltűnt egyébként, hogy az amerikaiak ezekkel a minimál információ, érted? Semmi.
Semmi, tehát az, hogy Na jó, hát mit de tudom ők én. nem adóparadicsomban vannak, biztos Ja, adót. bocsánat, 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 valóban ezt elfelejtettem. Na, menjünk tovább, tehát rákertő mutagén anyagok, vagy fú, hogy lehet ezt szépen fordítani? Szaporodás. Nem, hát mondjuk a reprodukálást Nem, ne. károsító anyagok, Tovább illetve örökítést szaporodásnak károsító. hívják. Tovább örök Örökítést károsító anyagok szerintem anyagok. most, ha arra gondolsz, amire Ha, én. igen, valószínű. Jó, ugye légúti ingerlő anyagok, illetve növényi és ásványi olajok, cukrok, édesítőszerek, ami nekem egy picit érdekes egyébként, mert rengeteg gyümölcsös likvid tartalmaz valamilyen plusz édesítőszert, mondjuk csak itt az etilmaltorra kell gondolni. Tartósítószer, ez teljesen rendben van, illetve hát rettegnek ezek is a formaldehídtől, hogy ez benne van a likvidbe, pedig hát tudjuk, hogy nincs. Stimulánsok és kábítószerek. Ha stimulánsok és kábítószereket elkezdik szigorúan venni, akkor egyszer csak kimarad a nikotin, illetve mostani hóbort, nem tudom, mennyire figyelitek, a koffein. Igen. Meg a A, kapszaicin. és a kapszaicin tényleg, ami egyébként nyálkahártyára egy aránylag üdvös dolog amúgy. Tehát nyálkahártya sérüléseket nagyon jó tud a kapszaicin összezárni, és hamarabb gyógyulnak tőle. Ezt csak így zárójelbe jegyzem meg. Még mielőtt a Öblögessél kapszaicint rendőrségi is könyvgázsprével. betiltják. Mert az, várja, az nem az, a paprika spréjük az. A könyvgázspréjük az nem kapszaicint. Jó, kitér a címkékre. Ugye határlet, a lejárati idő, a biztonsági előírások, gondolom itt a főbealkotó részekkel szemben támasztott biztonsági előírások, ami egyébként, hogyha megnézed a Peti Palackiát, akkor nála még a biztonsági, úgynevezett biztonsági szavak is föl vannak sorolva. Itt vagy? Én itt vagyok, Ja jó, én is. én arra várok, hogy megnézd, mert rajta van. Illetve a veszélyeztetett csoportok, tehát terhes nők, gyerekek, mit tudom is én, bizonyos összetevőkre, allergén információk, tehát ezeknek kell megfelelni. Nikotinadag, ugye eltér, azt mondja, hogy a címkézet komponenseinek eltérés az ilyen 5% körül lehet. Itt az ex-nikotin az azt jelenti, hogy 20 mg Kivéve akarják. Mi? az összetevők 5%-os tűrés Ja, határon kivéve a belül legyenek, kivéve a nikotin, nikotint, így ami van. 20 mg per Mondjuk, ha egy milliliter max. 5%-ot az aromába csúszol, akkor már nem lesz benne aroma, de az nem érdekes. Igen. Egy kicsit azért Végé, majd végé. helyesbítenélek, hogyha befejezted. Igen, mondjad. Gondolom ez nem az összmennyiségre vonatkozik, hanem alapvetően az Valószínű. aroma. Valószínű. A saját arányaira. A VGPG arány, illet. Na, és akkor itt vagyunk meglőve. Mert Charlie, te ezt hogy fordítanád? Mert én ezt súly aránynak, és múltkor beszélgettünk róla, hogy hát ez akkor Igen, már igen. nem jó a súlyra arányt számolni PG végébe. Tedd meg a megjegyzésedet, Charlie. A megjegyzésem az volna, hogy megjegyezted nekem, hogy márpedig könyvgázban nincsen kapszaicin. Amit te mondjuk a román adóparadicsomban Csomban nem tudhatok, hogy a magyar rendőrségi könyvgázban mi van. megvennél, abban nincs. Vagy mondjuk a CS, CR vagy CN fedőnevű gáztöltényekben és gásprében nincsen. De a gásprében lehet csili paprika kivonat,
De az akkor önvédelmi spray, Várjál, szerintem. és lehet szintetikus kapszaicin is, és forgalomba is kerülhet, csak polgári felhasználásra nem, támadók ellen nem. De Aha, hogyha te aha. kimész egy Debrecen Fradi örökrangadóra, Ott kapható és ott jó buli kapszait. van, akkor ott jó eséllyel azt is kaphatsz. 10-15 méter messziről. Ezek menő dolgok. Én annak idején, amikor határőr voltam, pont a román paradicsom Azt határait. hittem, azt mondtam, hogy annak idején, mikor határőr voltam, és vitorlázva mentem be, a vitorlázó gépemmel. Átvitorláztam, igen. De amikor határőr voltam, akkor az egyik ilyen menet gyakorlat végén, amikor gázzál arcba kellett egy ilyen 15-6 kilométert visszafelé menetelni a Kiskunhalasi határőr laktanyába, Te hülye hallod? Várjál, most rekettyés nevű kiképző helyre. elképzeltem, hogy hátrafele kellett menetelnetek. Nem, Mondtad, hogy nem, visszafele menetel. És tudod, hogy megáll a tata, meg a felesége, 70 évesek megállnak az amerikai film a lepattant 56-os Dodge Ram-mel, és így nézik, hogy hátrafele vonulnak a katonák. Gázálarcban! Látszol, anyukám, elkezdődött az életünk filmje, de visszafelé! Igen. Ez eddig olyan, mint egy Daft Punk Vagy egy ilyen... Várjál, kinek volt ez először? Tudod, hogy visszafele ment minden? Az Enigma in Innocence videóba volt benne. Hát, Hú, az még a 20. században nektek meg volt. se voltatok Akkor én még Oh. sajnos Jaj, olyan maradjál már kétterem azért nincsen. ezzel. Na mindegy, és tehát eszméletlen június, iszonyú meleg, mindenki oda a pilleszeleppel szórakozott a gázálarcba, hogy minél több levegőhöz jusson. És amikor visszaértünk, akkor egy büdös nagy sátor föl volt verve az udvaron, és mondták, hogy akkor befelé mindenki, és körbe-körbe békaüketés a sátorba. És akkor még azt így megtettük, ezt a kis becsületköreinket, és a végén három ampulla könygázt így összetörtek, meglegyezték zászlóval. És így dőltek ki az emberek. Tehát akinek szar volt a gázálarc és eresztett, Ez úgy azt látszik, hogy nézz. ez divat volt, mert érdekes mód nálunk sem szóltak a seregben azért, hogyha a szelepet úgymond kikönnyítetted. De igen. De érdekes mód mindig a harckocsit, mikor telepítettük, akkor ugyanezt megcsinálni, és elegánsan csak annyit mondtuk, tudod, így képzeld el azt az 55 kilós törzszászlóst, aki tudod, így hátratéve a keze, így rugdossa a tatai kiképzőbázis mellett így a porban az összegördült kemény sarat, így rugdossa, és akkor annyit mond csak így, hogy gáz. Mi van? Gáz van. Mindenki fel a vegyvédelmit. És akkor utána tudod, mikor 20 percig ezt csinálod, és látja, hogy feltűnően jól bírod, és nem párásodik a szemed se, akkor utána volt azt, hogy menjünk be, egy kicsit szellőztessük ki a fejünket. És utána ugyanígy bedobta nekünk a kapszulát, tapossanak rá, elroppantottuk, és akkor aki kijött, hogy Fú, hány, ez tudod, mert utána az volt, hogy le kell brutális. venni, nem mondta, hogy le kell venni, csak töltsenek el egy 5 percet benne, és aki kiment, akkor jó, akkor gázállarc ellenőrzésre bemutatni, szelep hiányzik, köszönjük szépen, nem akar a hétvégén hazamenni, ugye? Úgyhogy, ja, ilyen is van. És nekünk is úgy, tehát akinek jó volt a gázálarca, és nem lett azonnal egybe taknya nyála, azt tudod, amikor mentél ki, akkor levetette veled a gázálarcot, és beleszippantatott a levegőbe, csak hogy így érezzed a törődést. Az, igen, az nekünk is volt, hogy pontosan, hogy tudják, mi az, amire számíthatnak. Így van. Úgyhogy ez volt. Egyébként egy picit borítani kéne az adásmeneten, mert délután volt egy hirtelen ötletem, és valakit meginterjúvoltam, és elfogadta a meghívást, úgyhogy megpróbálom behívni, hát ha összejön. Aztán, ha nem, akkor egy picit toljuk. Nagy a csönd. Én addig feltöltek ezen. Oké, tedd azt. Most töltekeztél le. Ez
Ez kulisszatitok. Ez egy aljas megjegyzés volt, tudom. Nem jön. Na akkor haladjunk tovább. Szuper gránátom másik liquidem. Milyen gránátalmás likvid? Gránátalmás rebarbarás likviddel fogok. Én merek tovább távolabbra gondolni a mánonnacsát. Én is, de minek? Igen, ami bevált, azt minek piszkálni, gondolták a Wright testvérek, és azért az emberiség soha nem kezdett el repülni. Na, megpróbálom még egyszer. Várjatok. Okay. Az élő adás izgalmaina. Hát ez olyan, tudod, mint mikor nyernek valamit a műsorba, és nem veszi fel a nyertes a kagylót. Hát akkor hívjunk mást, tudod. Halló? Halló, szia, Charlie vagyok. Még mielőtt bemutatkoznál, azt szeretnénk megkérdezni, hogy hozzájárulsz-e, hogy név, cím, édesanyád neve 6 példányban elhangozzék a műsorban? Igen. Jó, akkor mutatkozz be, légy szíves a többieknek. Vanderer Zsolt vagyok, szervusztok. Szia, szervusz Zsolt. Kft. Ügyvezetője. Aki nem hallotta volna, az Oxygen Kft.-nek az ügyvezetője. És azért hívtam be a podcastbe hirtelen felindulásból, mert elkezdett pörögni a héten egy hír a közösségi oldalakon, és ez olyan divatos így fogalmazni, miszerint van egy hazai webshop, akik kitették a polcaikra a nikotinos likvideket. Jól megijedtem, gyorsan megnéztem a webshopot, és aztán tényleg azt láttam, hogy többféle nikotin erősségben lehet hozzájutni Magyarországról, nem mindenféle román adóparadicsomból, meg horvát, meg mit tudom is én honnan. Tehát Magyarországról lehet nikotinos likvidet vásárolni e hét közepe eleje óta. Rengeteg kérdés van a fejünkben, nem tudom, hogy mi az, amit publikusan megválaszolhatsz, mi az, amit nem. Első kérdés, és akkor ez az enyém lenne, aztán jönnek a többiek, hogy nem volt egy kicsit túl bátor a húzás? Nem féltek attól, hogy mint a történetben megint jönnek, lefoglalnak? Hát nézd, nem gondolom, hogy túl bátor a húzás, hiszen azért ennek van előzménye. Előzménye, hogy ezt mi megtettük egy két és fél éves jogi procedúra után. Van egy jogerős bírósági végzésem, amely nem csak a szabálysértés, ugye annak idején szabálysértés kapcsán volt nálunk lefoglalás, mi 2012. novemberében, és ennek a szabálysértési eljárásnak a végeredménye az, hogy mint szabálysértés alól engem, mint Vanderer Zsolt elkövetőt ugye felmentettek, ugyanakkor a bíróság azt is kimondta, hogy maga a tényállás, hogy a nikotin az gyógyszer, ezért nem forgalmazható az e-liquid, illetve a nikotinos elektromos cigaretta után töltő patronok. Ez a tényállás, ez nem áll meg magyarul. Magyarul nekem van róla egy papírom, hogy az általam gyártott, illetve forgalmazott e-liquidek nem számítanak gyógyszernek. És a magyar jogrendet ismerve nálunk nincsen precedens per. Tehát nem fogsz tudni azzal példálózni, meglobogtatva a határozatodat, ami mondjuk rád nézve kedvező, hogy már pedig nekem igazam van. Én attól félek, azért is mondtam, hogy nem félsz az újabb lefoglalástól, hogy nem-e az lesz, hogy megint mennek, az olyan egyszerű, kivonulnak, elvisznek mindent, megint pereskednek 2 évig, addig te megint nem forgalmazod, aztán majd 2 év múlva visszaadják, és kijöntöd a csatornába például. Igen, hát ez azért nem teljesen így van, ugye, mert a lefoglalt árukészlet
lefoglalt árukészletet, ha amennyiben nem használható, ott jár egy kártalanítás. Jár egy kártalanítás, és hogyha hozzám kijönnek lefoglalni, kijönnek lefoglalni, akkor én ezt a bírósági végzést bemutatom. Ha ennek ellenére mégis lefoglalnak, akkor ott van egy szándékos gazdasági károkozás. Akkor ezek szerint, mert olyan szép szavakat használtál, amit a közéletben nem nagyon szoktunk, mintha jogásszal is beszéltél volna ez ügyben? Hát természetesen, hát ezt az egész jogi procedúrát nem is tudom hány jogász, de aztán van 6 vagy 7 jogász dugta össze a fejét, és ők segítenek. Uh-huh. Ők segítenek nekem. Igen, én itt egy picit közbeokoskodnék, hogyha lehet, mert hogy mondott Charlie, hogy szia, szia Zsolt, mert hogy mondja Charlie, hogy nincsen nálunk precedens jog, de valójában, ha onnan nézzük a dolgot, hogy bemennek, nekik ugye, ha rákérdezel, hogy mégis mi a jogforrása az eljárásnak, akkor nekik meg kell mondani, hogy ők mire hivatkozva próbálnak lefoglalni valamit. És ha ekkor dugod az orruk elé a határozatodat, ami egyértelműen kimondja, hogy hamis a kiindulási alap, akkor valóban, tehát ez tök jó véd. Ebből indulnak ki a jogi képviselőim is. Persze Magyarországon élünk, úgyhogy bármi megtörténhet. Persze. De jó. Szervus Zsolt! Szervus Zsolt, Ficsor Zoltán vagyok, most én kérdeznék valamit tőled. Ugye ez a papír a te általad gyártott, illetve forgalmazott likvidre vonatkozik. Ez alapján te bátorítanál-e más likvid forgalmazókat, gyártókat, hogy tegyék ki a polcra a likvidjeiket? Ez alapján nem. Ez alapján nem. Jó, ennyi volt a kérdés lényege. Egyetemen, ugye fel van tüntetve a bírósági határozatba, fel vannak sorolva tételenként elnevezéssel együtt fel vannak sorolva az áruk, amiről beszélünk. Tehát végül is a bírósági határozat azokról az árukészletekről, illetve azokról az áruféleségekről szól. Egyébként ehhez annyit hozzáfűznék, amit Fifika is mondott. Friss hír, alig egy órája írta ki, nem mondom, hogy kicsoda, és nem mondom a cég nevét sem, de az ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy a boltjaikban felmegy a polcra a nikotinos likvid. Úgyhogy, na, majd kiderül, hogy egy fecske csinál-e nyarat, vagy lesznek-e olyan bátrak a többiek is, hogy ezeket kipakolják. Bennem még egy kérdés fogalmazódott meg. Zsolt, te mint a magyar e-cigaretta piac egyik, hát hogy is mondjam, legnagyobb viszont eladója, a te általad forgalmazott likvidek más boltokban milyen álláspont alá esnek? Az én általam forgalmazott likvid ugyanaz vonatkozik rájuk, mintha az én boltomban forgalmaznák. Tehát az én termékeimre bárhol értékesítik, ez a bírósági határozat, ez érvényes. Magyarul a bírósági határozat nem azt mondja ki, hogy ez csak a harmadik kerület Petúr utcában nem gyógyszer, hanem ez Magyarország területén nem gyógyszer, tehát ez bárhol, bárki értékesítheti. Azt lehet egyébként tudni, hogy hát azt gondolom, hogy mi volt a döntés hátterében, de hogy miért most? De a döntés hátteréről is beszélhetsz, hogy pont ezért, hogy miért most? Miért nem fél évvel később, miért nem 2016-ban, miért nem karácsony előtt? Ez érdekelne. Hát ez nagyon egyszerű, volt egy alapeljárás, ott ugye engem felmentettek, a lefoglalt árut nem adták ki, magyarul
magyarul volt egy ilyen viszás döntés, ami kimondta, hogy én nem követtem el a szabálysértést, ugyanakkor az árut nem adja vissza, mert annak birtoklása törvénybe ütközik. Ezt az eljárást ugye kénytelenek voltunk tudomásul venni, hiszen ez már másodfok volt és jogerős. Majd ezután jött egy másik cégnek, ugyanazon a bíróságon egy másik cégnek, nem tudom, mondhatom-e a nevét, de inkább nem mondom, jött egy másik cég eljárása, ahol volt egy szakértői vélemény, ott ugye az eljárásban a bíróság kimondta a szakértői vélemény alapján, hogy nem gyógyszer, majd ennek a szakértői véleménynek a hatására kértük a perújítást, amit elutasítottak, majd megfellebbeztünk. A fővárosi törvényszék új eljárásra kötelezte a második, harmadik kerületi bíróságot, és ennek az új eljárásnak, tehát ennek a perújítási eljárásnak most lett vége. Tehát egy jó pár eljárási folyamaton keresztül kellett menni, gyakorlatilag ugye 2012. novemberétől folytak ezek az eljárások egészen mostanáig folyamatosan. Zsolt, ilyenkor teljes kártérítést kérhetsz? Tehát a perköltségeid, az elmaradt haszon és egyebek azok? Ez egy következő lépés. Most van a kapcsolatfelvétel a NAV-val, de ezt már teljes egészében a jogászok intézik, de elvileg, ugye nekem jár egy kártalanítás, ami a lefoglalt áruval kapcsolatos költségeimnek a megtérítését jelenti, illetve hát van egy elmaradt haszon, vannak ügyvédi költségek, és hát ezt majd meglátjuk, hogy miként fogjuk kezelni, ezt inkább üzleti titokként kezelem. Teljesen érthető a dolog. Egyébként mire számítasz most? Hogy mire számítok? Mivel kapcsolatban? Hát azzal kapcsolatban, hogy most kiraktad a polcodra, és bízol abban, hogy belenyugodtak abba, amit egyszer már kimondtak, vagy bízol abban, hogyha valaki oda megy hozzád, és meglengeted azt a papírt, ami egy jogerős határozat a kezedben van, az elég visszatartó erő lesz ahhoz, hogy megint nekiálljanak kekeckedni, vagy úgy vagy vele, hogy most megint kirakod, és meglátod, hogy meddig lehet kint, és aztán újra esetleg rád szakad az ég? Természetesen rám szakadhat az ég. De én azért azt gondolom, illetve hát a NAV eddigi tevékenységét egy cigaretta ügybe figyelembe véve, én azt gondolom, hogy eddig se volt a NAV-nak egy olyan nagyon, nagyon fontos dolog. Na most ezután miután az összes eljárásban, amit ugye a NAV indított, mint hatóság, az összes eljárást elbukták. Én nem látom azt a jogalapot, amire a NAV erre azt mondja, jó gyerekek, hát akkor folytassuk, úgy is elbukjuk majd, és akkor fizetgetünk fűnek fának virágnak. Tehát én ezt nem látom, ami inkább problémásabb, az a Dohányzás Fókuszpont Intézet, ugye, ahonnan ez az egész történet indult, mert a NAV-ot az egyáltalán nem érdekli ez a történet, illetve hát ugye a NAV se ért egyet teljesen azzal, hogy ez gyógyszer. Neki ezt mondták, ezt kell csinálni, akkor ő ezt csinálja. Ha a bíróság neki azt mondja, hogy azt kell csinálni, akkor most azt csinálja. Az érdekes adalék lehet neked, nem tudom, hogy hallgatod-e a podcastet egyébként. Egyszer valahogy belebotlottunk mi is pont egy blogba, ahol a dohányzásról leszoktatás volt a téma,
vagy történet, 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 Történet. és megkerestük őket, hogy helyesbítsék az álláspontjukat, vagy legalábbis úgy, mint most velünk. Te volt már olyan újságíró, aki blödségeket írt le, mi megmondtuk neki, hogy ez nem így van, jöjjön el, beszéljük meg, és egy helyesbítő cikk is kikerekedett belőle. Na, ők ezelől elzárkóztak, és mint utólag kiderült, volt közük a dohányzásfókusz.hoz is, illetve hát a saját marketingjüket és leszoktató kampányaikat és mindenféle egyéb hülyeséget toltak igazából azon a blogon. Annyit mondtak, hogy ők ebbe nem kívánnak részt venni, nem kívánják meghallgatni az észérveinket, és innentől kezdve nem is reagáltak semmi megkeresésünkre. Úgyhogy igen, ez a baj. Ez a baj, igen, hogy ez a... olyan, mintha beszélnél valakinek, akinek az egyik fülén be a másikon ki, és dacból meg fogja csinálni azt, amit ő eltervezett. Igen, az a baj, hogy pontosan a szándékot nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy az az intézmény, ugye a dohányzás fókuszpontról beszélünk, amely az Országos Egészségfejlesztési Intézeten belül azért felel, hogy a dohányzás okozta ártalmakat csökkentsük. Ez az intézmény, ez milyen meggondolásból ír olyan dolgokat az elektromos cigarettáról, amilyeneket ír egyébként a honlapján, illetve milyen megfontolásból próbálja meg teljesen ellehetetleníteni az elektromos cigarettapiacot. Hát sajnos ez van. Sajnos ez van, ez nem nagyon fog változni. Ugyanakkor a Pfizernek meg az egyéb leszoktató gyógyszerek, meg tapaszok, meg rágók szerintük az az egyetlen egy módszer, amivel le lehet szokni. Fú, de hányszor kitaláltuk, hogy az már ezelőtt 10 évvel is szar volt. Hát igen, sose volt eredménye, és nagyon úgy tűnik, hogy nem is lesz soha, ha csak nem kitalálnak egy újra tölthető nikotinos rágógumit, amit bedugunk a kettőhúzba, föltöltjük, elszívjuk, után töltjük likvide. Tehát, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, ugye ezek nemzetközi adatok, hogy gyakorlatilag hatással ezek a nikotin pótló terápiák. Hát igen, egészen elképesztő a dohányzás fókuszpontnak a teljesen ellentmondásos hozzáállása, meg ez az egész. Persze igazából tökre érthető, mert annak ellenére, hogy a hatásfoka ezeknek a termékeknek erősen megkérdőjelezhető, ennek ellenére még mindig orbitális piacról van szó, úgyhogy hát persze, hogy ütik a vasat, ahol tudják. Van esetleg még kérdésetek Zsolthoz? Nekem lenne, igen, hogy most, hogy igazándiból kvázi ez az eljárás révbe ért, ez azért nagyon-nagyon régen kezdődött, hát még 2012 végén, és ott menet közben azért volt kommunikáció, és ott izgulgattunk a fejleményen, meg ilyesmi, és most, hogy vége lett, és így zárult le, gondoltad volna te ezt annak idején 2012-ben, hogy ennyire pozitív kimenetele lesz a dolognak? Hát bevallom, mondjuk lehet túl optimista vagyok, de én azt gondoltam, hogy az alapeljárásban is ez lesz az eredmény. Ennek ugye az lett a vége, hogy egyszerűen nem volt olyan szakértői vélemény, ami alapján a bíróság megállapíthatta volna, hogy nem gyógyszer, tehát ezt a részét, hogy gyógyszer vagy nem gyógyszer, ezt a bíróság ezt akkor nem mondta ki, és hát akkor még szó nem volt arról, hogy külföldről hozunk szakértőt, hanem az Ogyi meg a Gyemszi és társai szakértettek, ugye, akiknek a szakértői véleményét azt tudjuk, hogy copy-paste, és folyamatosan ugyanazokat küldözgetik. Tehát én ennél optimistább voltam, de ezzel is nagyon elégedett vagyok, ezzel az eredménnyel. Hát én nagyon örülök neki, hogy így alakult.
Jó volt egyébként elmondani, pont a mai nap mondta a kollégám, hogy megint likvidet kell rendelnie, meg a héten már egy párszor dünnyögte, hogy de hát ez nem büntetik ezért, meg hát mondom, egy kibüntetne meg, kettő miért büntetne meg, szabad piacáramlás EU-n belül, a harmadik pedig, hogy ne essünk pánikba, vagy köznépiesen mindenki nyugodjon le a picsába, itthon is tudsz likvidet venni, nem akarta elhinni, hogy tényleg van, mondom, örülj neki, igen, van, és próbáld ki akkor ezt, ha már egyszer itthon vagyunk, magyar égre, magyar UFO-t, vedd itthonról, ha úgy gondolod, és akkor ezzel is a hazai piacot erősített támogatod, örült neki egyébként. Igen, hát remélem, hogy ezzel azért az elektromos cigarettázókat is egy kicsit visszatudjuk majd hódítani, mert azért valljuk be, hogy a 2 évvel ezelőttihez képest ma fele annyi készüléket tudunk eladni, hiszen nikotinmentessel ugye, hát nem annyira Na, sajnos nekem is a nagy visszatartó erő a kollégáknál, hogy erős dohányosok piros szimfóniával nehéz nekik azt mondani, hogy ezzel minden gond nélkül át fogsz állni, mert nem. hát De igen. mindenféle üzleti titkot természetesen magadnak tartva. A héten kezdtétek el a forgalmazását, ha jól tudom. Jól tudom? Igen, így Látsz van. már valamit? Megindult? Hát persze, megindult, de hát még az igazán a viszonteladóknál a készletfeltöltések azok most folynak, tehát nagyjából ma láttam, hogy nagyon sok áru kiment, majd nézem a holnapot, és majd akkor fogok tudni mondani valamit, de hát persze határozottan megindult. Jó, hát ennek személy szerint nagyon örülök, hogy egy fecske elkezdett nyarat csinálni. Igen, nekem is az jutott eszembe, hogy Szó szerint. az első fecske. Úgyhogy Igen. én kíváncsi vagyok, hogy ki áll be a sorba, és sok luddisznót győz alapon, akár beletaszíthatjuk őket a totális reménytelenségbe, hisz nem hátrálunk, és nem fogjuk föladni, és akkor egy picit látjuk értelmét is annak, hogy ti is küzdöttetek, mi is koptatjuk a szánkat itt már évek óta, úgyhogy valami csak megindul akkor ezek szerint. Igen, hát meg úgy nem utolsó sorban a Magyarország kormányát 2016 májusáig jogalkotási kényszer is terheli az elektromos cigarettával kapcsolatban, tehát cirka egy év múlva már azért kellene, hogy jogszabályunk is legyen. Igen. Zsolt, te hogy látod egyébként a jogszabályt, hogy milyen ordasságokra lehet fölkészülni? Én nem tudom, hogy mire érdemes készülni, mert pillanatnyilag ez 122. téma a fontossági sorrendben jelenleg a jogalkotás szempontjából, és úgy tudom, hogy egyelőre még nem foglalkoznak vele. De hát azért arra mérget vehetünk, hogy a jogalkotásban a dohányzás fókuszpont nagy tudású vezetője azért nyilván ott lesz a tűz körül. Hát akkor pedig most van itt az ideje, hogy forgalmazók és fogyasztók hallassuk a hangunkat, és mutassuk meg, hogy igenis van véleményünk, és észre kéne ezzel bánni, Mi ezzel a ezt a kérdéssel. véleményt hangoztatjuk már az 58. adás óta, úgyhogy szerintem Igen. nekünk a legkevesebb alapunk van arra, hogy szégyenkezzünk. Jó, figyelj, hogyha nincs, van még kérdésetek, fiúk? Nekem nincs, köszönöm. Nincs. Akkor Köszönöm én itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjük, hogy vállaltad, névvel, céggel, hanggal, mindennel, és akkor hamarosan
publikáljuk is a mai anyagot. Köszönjük szépen még egyszer, hogy vállaltad. Köszönöm a lehetőséget, én is szervusztok. Szia! Szia, sok sikert! Szia, igen, kézlábtörés. Szeva! Köszönöm, szevasztok! Na, fiúk, kit hoztam nektek? Ez érdekes volt. Hát igen, igen, igen. Én is azt gondolom, hogy érdekes volt több szempontból is. Ugye az egyik, tudod, ez az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Az egyik szemem sír, a másik emós. Nehéz harc lehetett ez, tehát mint cég kibírni azt, hogy nem tudjuk pontosan a számokat, de nem kis árukészletről volt szó, hogy megfosszanak ennek a befektetésnek a megtérülésétől. Hát most csak abba gondolj bele, hogy mit tudom is én, az pont egy ilyen felfutó ág volt. És akkor igen. Te mit csinálnál? Fú, kevesen vagyunk, kell még melós, kell én még raktár, kell még anyám kínja. Mindent beinvestál, és akkor egyszer csak jönnek, megint jönnek, lefoglalnak, és ez azért jó, mert már volt ilyen adás címünk, zseniálisak vagyunk, már megint. Nem igazam van, de 8. Meg most is, ahogy itt jöttem, folyamatosan igazam volt, 9. Nem? De 10. Szóval rengeteg, és én azt mondom, hogy nem csak mint cég, hanem te gondolj bele, mint cégtulajdonos, cégvezető, hogy mi ideget megeszel. És mikor ki... Hát én azt hittem, most lefordulok a székről, mikor azt mondta, hogy mennyit mondott? 6-8 ügyvéd? Hát azért ők se kabátgombokért, meg pro bono vállalják ezeket az eseteket. Ez így van. 6-8 ügyvéd, bazd meg, 2 évig. Hát azért az... És fene tudja, hogy a végén mi lesz. 2 évig úgy feküdni kellni, hogy nem tudod, hogy mi lesz a vége. Hát ez azért mondom, ez minimum egy gyomorfekély, szerintem. Ez brutális, úgyhogy le a kalappal a Zsolt előtt. Nyilván az életben maradása volt a tét. Tehát egyébként az a... Egyszerűből. Igen. Az a rengeteg dolog, amire hivatkozott. Pont itt van egy, ezeket most nagyon daráljuk meg, mert egy óránál járunk. Van egy, viccesnek hangzik a címe, magyarra átfordítva valami ilyesmi, hogy nemfüstöttfújok.org, ez a notblowingsmoke.org volna, és ez egy nagyon divatos, nagyon fasza, nagyon trendi weboldal, ami másról sem szól, csak amiről mi folyamatosan beszélünk, és mondjuk wikizünk. Most tölt az oldal, azért beszélek folyamatosan. Kategóriákra van szedve. Tudomány, élet, megjelent publikációk, Twitter, és a többi, és a többi, és görgetsz le, és mint a kezdő cig is, olvasod, 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 és szembe jön veled egy videó, és utána mondják, hogy a hozzászokás, és a cigaretta, és az adó, és a pénz, utána jön egy cikk, megkattintod, elolvasod, okosabb vagy, mész tovább, ilyen-olyan adóbevételek cigarettából, mondjuk Kaliforniában, 2010-ben ennyi, 2009-ben annyi, növekedett, megint okosabb vagy. De ha nem vagy tisztában a tényekkel, ott van fönt a sarokban tények, legördít a megfelelő ponthoz, és ott van, hogy a hosszú távú e-cigaretta használat így és úgy viszonyul a cigarettához. Vagy, mit tudom is én, mennyi gőzt bocsát ki, hogyha te ennyi és annyi ideig szívod. Milyen hatása van a szervezetedre? A propilénglikol mit indukál benned, mire jó, mire nem jó, miért van benne nikotin, és ez egy kurva nagy adatbázis ezen az oldalon, gyakorlatilag, és szerintem ez egy rohadt jól összeszedett kis angol nyelvű, nagyon trendi
egylapos weboldal. Egy lapos, igen, épp azt akartam mondani, egy picit átláthatatlan, de egyébként De tényleg ne. nagyon jó. Nem, ez most a jövő. Tehát ha megnézed, gyakorlatilag fönt mindent meg tudsz csinálni. Azt mondod neki, hogy tények, rákattintasz, ledarál az aljához. Hogy tovább kattintasz, hogy Science, látom. publikációk, és akkor odaugrik. Tehát itt nem kell itt ilyen színes szagos jobbra-balra kattingatós oldalak. Itt rámentek a lényegre, három darab színnel játszanak, ennyi. Úgyhogy én ezt érdemesnek tartanám, akit egy picit is érdekel a téma, az neki ugorhat egy kis angol tanulásnak, sem rossz ez a weboldal egyébként. Így van, és ne felejtsétek el, hogy a Charlie linkje, tehát most szólok. Mivel kapcsolatban? Hát, hogy ez a te linked, mert te találtad. Ja, azt hittem, hogy azért, mert az én képemmel akarja valaki eladni a módját, Nem, és nem, nem. ezért. Nem, Na, de nem, nem, majd csak erre is kitérünk. ecik is körökben volt egyszer egy ilyen szegény Ziegler Feri, ugye, aki minket hírekkel lát, valaki ráért, érted, hogy de az az ő linkje, mert ő találta. Hát a Feri is Ja, megtalálta, ja. Igen. csak nem kért engedélyt a tovább közlésre, hogy nem tudom. Úristen. Talpra gőzlér. Jaj, pont mást olvasok. Hát, Mindig, gondoltam. mindig akkor 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 talpra gőzlér. Na. Osztrák gőzlér társaink kezdték el szervezni egy május 29-ére tervezett összeurópai mindenfelé megmozdulás és tiltakozó tüntetést, ami arról szólna, hogy mutassuk meg a törvényalkotóknak, hogy igenis van véleményünk erről a dologról, és igenis kvázi követeljük, hogy ésszel álljanak hozzá a dohány direktíva unosításához, mert abban nagyon-nagyon gázos dolgok is vannak, amit nem szeretnénk, hogy érvényesítsenek, és erről szólna a dolog, hogy mindenki a kis naptárába jegyezze föl május 29-ét, és legyen szíves, tegye magát szabaddá. Ezt elkezdjük majd szervezgetni, megint Így van, így van, így van, így van. szeretném megkérni a kis Hova, hova, várjál, kerekasztalokat mikor, és hova? társaságokat. Május 29 a Május hely, az még 29. Ah, Istenem. a dátum az biztos, te majd A hazarepülsz, Charlie. hely még nem. Igen, igen, igen. Meg, És Charlie, a te szereposztó díványodon szeretnénk ezt megtartani. az időeltolódás miatt én majd, mit tudom is, én este 6-kor majd kiállok félmeztelenül, gondolom, valami publikus helyre New Yorkban, és majd lengetem az e-cigimet. Másra gondoltatok, mi? Igen, De igen. egyébként nincs még egy ilyen nemzet, aki ilyen borzasztó idegesítő szavakkal tud rendelkezni. Egy videóról ugrott be, amit a héten láttam. Dumpfer Club. Dumpfer Club. Tehát ez a fú, és majd a nyál is a számban összegyűlt, és majdnem a monitort köptem le. Österreicher Dumpfer Club. És már kaptad is be a módodat abban a pillanatban, mert Lépjél parancsnok. be az Österreicher Dumpfer Klubba. Viszont akkor nekünk van a Magyar Gőzlér Klub, azaz MGC, vagy Magyar Véperek Klubja MVP, vagy klub. Honnan jött a P? Magyar Gőzlér Punák, de nem. Magyar Gőzlér Klubja, azaz MG, nehogy elrontsam, K, vagy M. Tehát ez a GMK-nak a fordítottja. Vagy Gőzlérek Klubja Magyarországon. GMK. Meg tudunk mindent ideologizálni. Na, Gőzlérek befejeztetek az elején még Magyarország. mondani két szót róla. Tehát Gőzlérek Magyarországi Klubja, GMK, és akkor az teljesen rendben van. Ennyi. Na, tehát. Szóval nem szeretnék Egyébként mi. várjanak, Nem szeretnék. egyébként ki a francot érdekel, mit akarsz Mindenki mondani? maradjon otthon. Az osztrákokkal föl tudjuk venni a kapcsolatot. Tehát nekem jó ismerősöm az osztrák e-cigaretta egyesület. No. Hát de messze vagy, Meddig? mert te most paradicsomban vagy. Ja? Cserediák. Cseregőzlérrel Cserediák. tudunk küldözgetni a Cseregőzlér megindulásra. program.
Na de hogy alapvetően ez miről is szól, és mi ellen akarunk tiltakozni, nem csak a levegőbe. Tehát ez arról szól, hogy a dohánydirektívát, ha honosítják, abban megvan a potenciál, hogyha ezt a honosítást rosszul és nem körültekintően végzik el, hogy kinyírják a második és harmadik generációs eszközöket. És ez a tiltakozás az erről szólna, hogy az ellen tiltakozunk, hogy ész nélkül korlátozzák a választási lehetőségeinket. Mert hát itt ugye a kazán méret limitálás, hogy nem szabad folyni a kazánnak, nem szabad törhetőnek lennie, ez mind-mind olyan, hogy első hallásra teljesen ártatlan és észszerű dolognak tűnik, de valójában igazából leszámítva mondjuk a méret limitálást, de igazából ez mind-mind azt hordozza magába, hogy ha ezt nagyon komolyan gondolják és nagyon nekitaposnak, akkor a második, harmadik generációs eszközöket kvázi kisöprik. És ez ellen lenne a tiltakozás, és tudom, már sok ilyen dolog volt, ahol legjobb esetben is összejöttünk 15-en, de én most mindenkit arra szeretnék kérni, hogy egy kis naptárába vésse fel ezt a május 29-ét, tegye magát szabaddá, és hogyha máskor, eddig soha nem is, de ekkor május 29-én mutassuk meg, hogy tényleg felnőtt emberek vagyunk. Az Európai Döntési, Unióban. Az Európai Unió felnőtt, felelősségteljes polgárai vagyunk, van véleményünk a dologról, és tiltakozunk ellene. Hogy legyünk minél többen, aztán majd, ahogy telik az idő, posztoljuk ki időben a tudnivalókat, hogy mikor és hol, de tényleg kérek mindenkit, hogy ezt most ne hagyja ki. Ahogy nézem egyébként a web oldalukat, nem kifejezetten az osztrákokhoz, de van itt egy European Vapors Protest 2015 csoport, úgyhogy mi is európai véperek vagyunk, ki fogjuk tenni a linket, csatlakozzatok. Igen. És Amen. Itt írja is ugye a névjegyben, hogy itt fog történni a szerveződés mindenkinek a saját országában. Tehát Mujó, vedd fel velük a kapcsolatot. Legyünk kemények, mint a kád széle. All right. Nos. Még mindig ezen akadok ki. ÖDC. Pah. Mi az az ÖDC? Österreicher Dampferklub. Hát ez kész. Mondtam én ezt. Nem mondtam, úgy érzed? Mikor ezt kimondod, ezt a három szót, vagy a kettő, vagy mit tudom is én, hogy ők egybeírják, vagy külön, úgy érzed, mintha menetelnél a seregben, és a vállapodon ott lenne a... Az erlkőnig. Igen, meg a másik oldalán a... Fú, már ki nem mondom. Annak idején Kraftwerket csak német nyelven hallgattam. Tehát az valami zseniális, ahogy a német nyelv és mondjuk a Kraftwerk így összepasszol. Tehát angolul tudod, egy ilyen lágy forsó volt az egész, de németül. Mert te még az a generáció vagy. Ilyen hergenerátor. Erre hát csak azt tudom mondani, hogy du hast mi. Az egy egész más Kraftwerk. Az egy Rammstein Kraftwerk. De nekem ezt egyébként, bocsánat, hogy közbevágtam, nekem ezt egy ex-kollégám hallgatta rengeteget a határon, meló közben, és mondta, hogy amikor ezt hallgatom, sokkal keményebben vámolok azért. De tudod, akkor úgy érzed a powert magadban, mikor ilyeneket, hogy duhászt mi. Hú, akkor mindent szét kell szedni. Nicht. Na, akkor mondanék én egy következő pontot, az pedig az volna, hogy valakinek... Micsoda elegáns átvezetés. Valakinek kettőt, valakinek egyet, de kiküldtem ma egy petíciót, check your mail, vagy check my fanpage on Facebook. Ez a petíció, ez arról szól, hogy felszólítjuk a... Nem, én senkit nem szólítok föl. Írt egy levelet méghozzá. Ki írta? Krisztián. Mire gondolsz? A petíció szerzője? Igen. Zentai doktor. Doktor Zentai. És egy 1000 fős határban szabta meg az álomhatárt, hogy ha már pedig ez megvan, akkor irány vele a felelős döntéshozó, aki nem a Szócska,
mert még Már hál' csak... Istennek. Igen, várj egy pillanat, mert most hívott Royal Vapor Péter, de nem engedünk a kísértésnek. Ne küldj likvidet! Szóval a petíció szövege az, hogy a kormányzat szüntesse meg az e-cigaretták irracionális és embertelen üldözését, és tekintsen az e-cigarettákra, mint a megoldás eszközére a dohányzás visszaszorítása során. Nyomok egy Command R-t, az 1000-ből hiányzik még 67 darab aláírás név és egy e-mail cím kell csak. Toljuk meg. Remélem, hogy azért alakult így, mert kiküldtem a hírlevelet, egy 20-30 aláíróval így is lehetett gazdagodni. És írjátok alá, írjátok alá, írjátok alá. Úgyhogy én ezt szeretném kérni személy szerint, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, ha összejött az 1000. Legyen 1000, így van. Mert mindenkinek jár egy 1000-es. Ugye azt tudjuk, hogy a kínaiak hallgatnak minket, de azt álmomba se gondoltam volna, hogy Kínában megpróbálják az e-cigarettát betiltani. Ha hiszitek, ha nem, nyilván ez nem tény, de hogy született egy nagyon erős tanulmány, ami mentén a kínaiak elkezdtek azon gondolkodni, hogy betiltják hogy betiltsák az e-cigarettát, illetve hát iszonyú keményen elkezdjék szabályozni, és tehát olyan nevetséges dolgokat fogok mondani, mint hogy Kínában az e-cigaretta importálását. Tehát egy hatalmas ecigi import lehet Kínában. Igen, tehát a fölmérés nagyságára való tekintettel, ami 800 főt jelentett, ugye, azt, hogyha a létszámot néz, akkor nem, hogy az ezreléket nem éri el, érted, hanem nem tudom, mekkora számaránya az. A Kínában csak a populáció, tehát érted, 800 szemét, amelyből 248 kiskorú volt, vagy illetve melyből nem, 248, 15 és 29 év közötti volt. Ugye Kínának a lakossága, várja, mert a nullákat nem bírom leszámolni. Az 13 milliárd, jó mondom? Vagy 1 milliárd, 3, nem. Ez 1,3 a sanszosabb. Mert 7 milliárd lakos van talán a Földön. Igen. Jó, 7 milliárd, az valami, bőkezűen bánik, valami zombis filmből láttam. Akkor ez egy, akkor várja, de 1 milliárd 357 millió. 1,357 milliárd. Milliárd. Igen, 1,357 milliárd. India 1,252. Emberből, tehát így 800-at meg tudtak, mint reprezentatív. A régi kontrollcsoporddal még megállja a helyét, hogy egy ember kínai. De brutális, érted? És szóval ez egy eszméletlen agyament történetnek tűnik a kínaiak részéről, tehát ott, ahol az elektromos cigaretta forgalom, nem tudom én, 99%-a honnan származik, ott tilalom alá veszik, akkor az... De mintha még a gyártást is tiltani akarták. Várjál, mert azért érdekes a dolog, mert közben én megkattintottam a leveles ládámat. Nyilván nem fogok cégtitkokba belemenni, de Kínából az egyik barátom megírta, hogy a Jinjia részvényeinek az árfolyama 10%-ot emelkedett a Shenzheni tőzsdén. Ez azért érdekes. Shenzhen. Jó, akkor a Shenzheni tőzsdén. Xiaomi. A Shenzheni tőzsdén. És ez azért érdekes, mert a Jinjia Kína legnagyobb e-cigaretta gyártója, és mindez az esemény azután következett be, hogy a China Tobacco, amelyik, ha tudjátok, ha nem, egyrészt a világpiac 40%-át tudja magáénak, és második a Philip Morris, azt hiszem 18%-a. Tehát a China Tobacco lányvállalatáról beszélünk, amúgy,
és az állam megengedte, hogy együtt forgalmazzon bizonyos készülékeket a China Tobacco-val a kínai piacon. Tehát ez egy tegnap előtti, vagy azelőtti hír. Ehhez képest ez a kínai e-cigarettás tiltás azért viccesnek tűnik, hogy a China Tobacco forgalmazza az elektromos cigarettát, közben meg a kínai tanács be akarja tiltani. Tehát ez mindenki látja, hogy szembe megy egymással a Igen, két történet. de most Én kijelentett. azért elképzeltem magamban, bocsánat, én azért elképzeltem magamban, hogy betiltják a gyártást Kínában, és Kína egy hónap alatt visszasüllyed a kőkorszakba. És akkor ébredt öntudatára majd India, és a support Így mellé bizony. még az alul fizetett melósok is. Így bizony, Aj, de mert hogy vigyázni kell Kína az mellett indiaiakkal. irgatlan módon jön föl India. Ne Tehát felejtsük el, hogy indiaitól sosem veszünk tekerést, mert lehet, hogy bal kézzel tekeri. Úgyhogy csak óvatosan, mert bal csak kéz, piszkos óvatosan. kéz. És kézzel lesznek. Amúgy, Jobb kézzel. ja, hogy jobb kézzel lesznek, Jobb aha. kézzel lesznek, bal kéz a piszkos kéz, nézzé meg egy videót, hogy ők hogy mennek vécére. Múltkor láttam egy how to-t erről, úgyhogy nem tudod elképzelni, mit éltem át. Nem tudom, miért néztem meg. Ez volt az első paradoxon. Miért nézek én ilyet, hogy egy indiai elmegy vécére? Na mindegy. De hogy legyen egy jó hírünk is a Charlie indiai WC-re járós videója mellé. Te figyelj már, hol lett a... Damon Hill, Palik Laci megmondja. Nem az, hanem hogy elveszett A link az éterben. igen, mert azt link, tehát a show notes-ot linkeli be nekem Igen, igen, igen. még egyszer. Mindegy, keresges, addig én filozofálgatok. Filozofálgassál. Az egyik ilyen például, és engem akár hidegen is hagyhatna a dolog, de valaki felhívta rám a figyelmedet, hogy árulod a mododat? Mindenhogy árulom a modomat, és most a Cousinex-ről van szó. Hát mert hogy ő azt látta valamelyik csoportban, hogy ott van a 013-as sorszámmal. Hát mondom, már megnézem. És valóban. Az én modom képével, ami egyébként az e-cigi tesztek oldalon fönn van, ugye az volt a termékfotó, vagy hát tudod, amiket szoktam csinálni a készüléktesztekhez. Nagyon nem érdekelt a dolog, csak két dolog miatt visszás számomra. Az egyik az az, hogy ha valakinek eladod, és én ismertem azt is, aki eladja, és láttam, hogy az ő készüléke hogy néz ki, és ő azt írta, hogy apróbb karc, az apróbb karc az olyan volt, mint hogy csőfogóval megfogtad volna, és háromszor körbe tekernéd a réznél. Ez volt az egyik, tehát az eladó, Ezt láttam én is az vagyis a ördögös vevőnek, kiszínű bocsánat, ez karcról. félrevezető lehet. A másik pedig, hogy nem véletlen van ott a weboldal alján is, hogy az oldal tartalmának részben vagy egészben történő továbbközlése a szerző engedélyével történhet forrás megjelöléssel. A forrás megjelölést itt fejezzük is, befelejtsük el. Nem tartom etikusnak egy publik, nem csak itt, bárhol máshol. Az, hogy veszel egy számítógépet, kirakod, hogy van egy MacBook Pro, így néz ki, az oké. Egy kiraksz egy termékfotót, hogy legyen az embernek sejtése. De egy konkrét hirdetésnél fölrakni egy darab képpel, és az nem az övé, hanem egy stock fotónak is mondhatnánk, hogy ilyen módot árul. Hát, hogyha én fölírom, hogy Cousinex, akkor mindenki tudni fogja, hogy néz ki. És ugyanúgy, ahogy tudott csinálni később képet róla, és még én voltam a szó szerint köcsög, buzi, meg mit tudom és én milyen jelzőkkel, hogy ezt szóvá mertem tenni, nem tudtam neki sajnos elmagyarázni, hogy mi az én gondom ezzel kapcsolatban, de az a lényeg, hogy utána helyesbítette a dolgot, úgyhogy én mindenkit arra kérnék, hogy az a tiszta, semmiből nem tart, saját telefonjával fényképezze le, úgy tegye fel a hirdetést, és akkor nincsen félreértés, a vevő sem fogja utána azt mondani, hogy de nem is ilyen volt, amit fölraktál, és én meg megvettem. Igen, de hát ne arra, hogy ez tényleg a világ vicce, tehát egy használt terméket kvázi gyári fotóval hirdetni, ez elképesztően félrevezető. Igen.
De tényleg, mintha a Ford oldaláról letöltenéd a teaser fotókat, és a roncsautódat azzal hirdetnéd. Hát, Hát bakker. láttad akkor te is, hogy milyen az egyik, milyen a másik. Hát, mintha megrágták volna azt a mulót, tehát az apró Igen, karcok. igen, Nagyon igen. durva. Utána, várjál, jött a következő, a Facebookon rányomott a jelentem gombra, hogy távolítsam el a fényképet. Tudod, amelyiknél a bal oldalon az övé volt, és kitakartam nevét, képet, mindent, csak a fénykép, jobb oldalon meg az enyém. És jött a jelentés, hogy izé, távolítsam el a képet. Hát azért már egy kapavágásra. Álljunk már Hát meg. szólásszabadság azért még létezik, talán. Hogy A másik bizarr volt. ilyen, és itt a véleményetekre is kíváncsi lennék, fölütötte fejét a kételkedés apró magvából kinőtt csíra. Ú, de szépen mondta. Mindig szépen mondom, írta valaki a Facebook oldalra, hogy Boris és az arc nélküli Gözler, de Véper, nincs semmi keresnivalójuk az én csatornámon, illetve a weboldalon. És én föl is tettem ezzel kapcsolatban egy kérdést, azt nem tudom minek, mert gyakorlatilag tényleg tehát, amit ki is mondtam, hogy az én csatornámon, ebbe benne van minden. Én ezt úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek nem tetszett, azok nem értették meg az igazi lényegét, hogy miért vannak ezek az én csatornámon. És javítsatok ki, ha tévednék, vagy nem így gondoljátok, de Boris egy nagyon éles korrajzot képez, és azokat a nagyon gyakran előforduló marhasságokat erősíti föl, figurázza ki, amikkel aktuálisan találkozunk, úgy, mint a csak szívni kell, úgy, mint a elmentem Csernobilba, vastag húzalér, hogy legyen mit tekerni a kazánba, és ezeket ez pont olyan, mint neked volt fifika a korbácstekerés, meg a Spájzoljatok. spájzoljatok, 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 igen. Tehát én ezért mondanám, hogy ezeknek itt van a helye, mármint úgy mondom, hogy helye van a hazai gőzlér társadalomban, és mivel nekik nincsen meg az a saját publicitás, szerintem a weboldalon, a külön kategóriában, hogy közösségi videók, ott bőven elfér. A másik pedig, hogy az én csatornámon vannak, ott is külön szedtem őket egy külön közösségi szálra. Én nem gondolnám azt, hogy ez olyan megterhelő ez a videó bárki részére is. Tehát, hogy nem olyan, hogy kapsz egy e-mailt, hogy jött egy új videó, és akkor ott addig nem tudsz fölállni, és csak a monitor tudod nézni, hanem simán tudod skippelni a dolgot. Mások is ezt mondták egyébként, mert én ilyen demokratikus faszi vagyok, és megszavaztattam, és most kétharmaddal körülbelül, tehát egy bő kormánypárti résznyivel vezet az, hogy maradjanak, ahol vannak. De a ti véleményetekre vagyok a legkíváncsibb ezzel kapcsolatban. Hát én igazat adok neked függetlenül attól, hogy nézem vagy nem nézem az új embereket. Így van, tehát egyrészt a te csatornát, tehát hagyd te döntsd már el, hogy mit csinálsz vele, illetve hogy mit tartasz rajta. Másrészt nem is értem, tehát hogyan vetődik föl valakiben ez a kérdés? Érted, hogy valaki megdolgozik? Tehát ez olyan, mintha bejönne hozzád valaki, és azt mondaná, hogy nekem nem tetszik, hogy fehér a fal a házadon. Hát miért nem fested át rózsaszínre? Érted? És akkor hetente így festegeted a házat, mert más véleménye neked számít. Szerintem nem. Mindenki tartsa meg a saját arculatát. Neked ez tetszik, így van, jól, kész. Te dolgoztál vele, te munkád, meg az ő munkájuk természetesen, tehát Bocsánat, az igen, egy. aki azt nem tudná, én csak nyersanyagokat kapok az úri emberektől, és aztán a komplett videómunka, utómunka, feldolgozás, feliratozás, Borisnál a magyar felirat, ez mind rám hárul. És utána ezt töltöm föl a csatornára. Ezt nem is tudtam.
De, hát Már az nem, nem kis dolog. Boris nem foglalkozik ilyen földi dolgokkal. Feliratozni a videóját, Hát érted? annyi, Ez hogy ő teljesen elküldi a felirat érthető, szöveget, angol és akkor nyelven én beszél. időzítgetem meg Ő az ilyen. írott angolt beszéli egész. Igen. Nem az Orosz Oxfordit. akcentus. Igen. Úgyhogy Nekem még az jutott eszembe, hogy még lehet, hogy valakit zavar, hogy jönnek az értesítések, és akkor csalódik, hogy nem az a videó van az értesítésben, amire várt, vagy ilyesmi. De hát itt igazából nem arról van szó, mint a gépnarancsból, hogy kipeckelik valakinek a szemét, és kötelező nézni. Tehát, nem vagy kíváncsi arra a tartalomra, akkor akkor ne nézd értem. meg. Ez olyan, mint a távirányító. Kapcsolsz a tévén, hogyha nem tetszik a, mit tudom, az Eden Hotel. Értem. Az Mi az az melyik? Eden Hotel? Mi az az Eden Hotel? Ne hazudjunk, ne hazudjunk, Krisztián. Az Index főoldaláról tudjuk, mert 18-as Igen, karika is, hogy de Dubnak. kizárólag onnan. Igen, kikerülhetetlen. Meg ott szerepel a herevasalós. Na, szóval részemről a filozofálgatás része ennyi. Én nem akarok senkit megbántani, megsérteni. Azokat sem, akik észrevétellel értek, hogy éltek, köszönöm szépen. De, és meg is kérdeztem a többieket. Még azt is mondhatom, hogy iszonyat demokratikus döntés az, amire jutottunk a végén. Szerintem ez pont olyan, mint hogy valaki sokalja a 2 órás podcastet. Pauz, felgyorsítás, megállítás, kihagyás, ezek mind opciók, itt is, ott is. Személyes kedvencem egyébként Boris, Vigyázzatok magatokra! úgyhogy én nem is akarok Boris videói nélkül élni, földobja a napjaimat, mindig könnyesre röhögöm magam, amikor elküldi nekem. Igen, hát ennyi. Oh shit, gázrezsót. Szóval óriási, óriási. Tehát kinek jutott volna eszébe a gázrezsón likvidet csepegtetve szívószállal kvázi drippelni? Hát Borisnak. Ennyi. Én már ennek az elődjét megcsináltam, tudod, van ez a gyertyát raksz és párologtató. Igen, És, igen, igen. Abba? és még akkor nem tudtam, hogy a vatta majd a mekkora a sláger lesz, és vattára csöpögtettem likvidet, és beletettem. És füstölt, illetve gőzölt. Na, lépjünk tovább. Megvan a link, annál is inkább azt gondolom, hogy ezt ki kell tennünk, mert ha hiszitek, ha nem, akkor az egyik cigarettagyár, aki nyilvánvalóan érdekelt az e-cigaretták forgalmazásában, és az ő nevüket hihetetlen nyelvtörő kimondani, ők a Lorillard Tobacco Company, akik birtokolják a Blue Cig és a Sky Cig termékeket. Készítettek egy tanulmányt paralel ugye azzal a nagyon híres mit szívunk? Formaldehidet. Formaldehides tanulmánya. És azt kell, hogy mondjam, hogy iszonyú becsületesen megcsinálták a leckét, tehát minden adat a rendelkezésedre áll, milyen eszközök, milyen készülékek, és hála annak a jó Istennek, végre már valakinek egyszer a büdös életbe eszébe jutott, Pharmaceuticalson kívül, a jó doktoron kívül, hogy a cigarettával hasonlítsa össze az e-cigarettát. Tehát nem így tolt bele a levegőbe, hogy hát ez fémet is tartalmaz. De mennyit, baszki, meg mihez képest, érted? Tehát, hogy így a viszonyok, meg az arányok. És hát azt a nem meg, számunkra nem megdöbbentő végeredményt kapták. Mindenki nézze át a tanulmányt, mert eszméletlen érdekes, és nagyon jó, és tényleg le a kalappal előttük. Azt a megdöbbentő végkövetkeztetést vonták le, hogy bizonyos összetevőkben a hiba határ az e-cigarettában lévő összetevő és az utcai levegő között szinte konstans. Érted? Tehát, ha kimész az utcára, ott is tudsz annyi nehéz fémet magadhoz venni egy nagy tüdő kapacitással, mintha e-cigarettáztál volna. Tehát borzalom.
borzalom, gyerekek, ami egyébként ezekkel a tanulmányokkal történik. Végre egyszer itt valaki feketén-fehéren leírta, mindenki nézze át, mert eszméletlen jó. Tehát mit tudom én, csak a CO tartalmát tekintve a Marlboro nem írták meg, hogy mibe adják meg a tartalmat, de mit tudom, a Marlboro-ba 27, a Blue Essig-be kisebb, mint 0,1. Fenol vegyületek a Marlboro-ba 0,204, az egy cigiben kisebb, tehát ez a mérés határ alatti, tudod, kisebb, mint 0,001. Fémek Marlboro-ban mondjuk, hú, ott vagytok, vagy csak Persze, hallgatok? isszuk a szavaidat. Én hallgatlak. Ja, te hallgatok, jó. Tehát a Marlboro-ban 0,200 ezrelék, a Blue Essig-ben 0,4 ezer, nem tudom én, tehát egy nagyságrenddel lejjebb van. Tehát itt ma olyan minimális értékekről beszélünk, amik tényleg a mérés határ alatt vannak, és az a jó egyébként, hogy bizonyos értékeknél megadták az utcai levegőhöz való viszonyt is. Szerintem zseniális. Tehát ezt mindenféleképpen terjeszteni kell. Mi meg eltesszük a kis archívumunkba, hogyha valaki erre kíváncsi, akkor végre egy normális tanulmányt tudjunk a kezébe adni. Könnyen áttekinthető, minden benne van, nem hosszú, nem álmosító. Nézzétek. Vegyétek és vigyétek. Dirty Sanchez-t kap minden git egyleti tag. Ajjajjajjaj! És ezt tényleg, BD írta. Nem én rágtam, nem én rágtam. Kiné van a git? A Weiss-nél. Weiss, tényleg a Tudtam, Weiss. Tudtam, hogy a Weiss. Tudtam, hogy a Weiss. Na, pederjünk rá akkor az olvasói kérdések helyett. Gondolkozom, hogy hívják. Karamvölgyi Dénes, fogd be a füled. Sorozat spoiler alert. Mújó! Igen, de csak a pifikát is bevonjuk. Oké. Okay. Most már láttam én is egy dupla epizódot, ne vicceljél már! Walking Dead 5. évad, évad záró, über mega brutálság, és erre mit mondtál, Fifika? Egy rakás szar. Sor vagy el. Mert aki remélem egyet néztünk, mert figyelj, ha volt benne ilyen fejbehentelés, akkor valószínű, hát, hogy egyet néztünk. Hallod, Krisztián? Ez most olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy a Forma 1-en, ha volt benne előzés, akkor egyet néztünk. Igen, igen, volt. Aminek a végén azt ne lőjük le. Annyi új szálat belevittek. Kinyitotta ki a kaput? A kaput ki nem zárta be? Ki nem zárta be a kaput? Hát a tiszteletes. Bazd meg. Én nem tudom eldönteni ezt a tiszteletest, ez most... De az a tiszteletes ott sokkos állapotban volt. Tehát hát az a tiszteletes évek óta, részek óta sokkos állapotban van. Igen. Tehát mikor bazd meg kimászott a saját templomából alul, már akkor sokkos állapot. Én ott hagytam volna a picsába. De fú, zseniális volt, hogy mindenki a tanácsban beszélnek Rickről, közben Rick az életéért küzd, két sarokkal arrébb, mert a zombik bejöttek a kerítésen, és a pofájába lihegnek, ő meg a földön fetreng. Hát, zseniális. De most mi van, ezeket fejbe kell lukasztani? Arra igen, az agy. Igen. Az agyat kell szétzűzni. És nem halnak éhen? Tehát engem mindig ez... Hát azért esznek téged. Jó, de hát mit tudom, bezárják őket fél évre, és nem halnak éhen. Nem, hát ezek élő halottak tudjuk. Akkor váltanak halottak üzemmódba. De baszki, ez olyan, mint azt mondtam volna, de ezek Fifika örök mozgók. De igen. Hát teljesen avatatlan vagy a zombi kultúrában. Jaj, hát, borzasztó. Abszolút, abszolút. Hát akkor zombiból kell csinálni baszki vízkereket. Hát ne vicceljél. Igen, és elérek a kis csengetyűt. Mennyi hasznos dologra lehetne őket használni. Azon kívül, hogy levágjuk őket a picsába.
Ez nem hülye ötlet egyébként. Ugye? Elébe teszel egy fél kezet, tudod, mint a szamárnak a A mesében kéz a az népnek. neki nem, az neki Azt nem, neki hang kell, mond. csilingeljen. Ja, a másik, ugye bementek és akkor a gyerek mondja, hát ez zseniális, tudod, mikor a srác a távirányítóval bekapcsolta a Hát fényt az is a volt. kamion. Tehát, hogy Diszkó. eddig erre Szeretek senki nem gondolt, diszkózni. bazd meg. És nem tudom, hogy honnan jönnek. Mindig az évad utolsó részébe kell behozni, bazd meg, ilyen szereplőket, akiket ugye egész idáig is visszagondolsz, hogy kikötötték azt a nőt is a fához, akinek a homlokán volt a Ja. fordított McDonald's. De látod, mondtam én, hogy valami bolondok gyűjtik a zombikat. Most azt nem tudom, hogy milyen vonal lesz abban, hogy ott maradt a táska, és ott van benne a Ricknek a fényképe. Példának okádék. Meg hogy megint visszajön egy olyan szereplő, aki 3 évadonként egyszer tűnik föl egy részre. És most megint ilyen a Bedesz, aki egy bottal bazd meg megveri őket. És milyen Igen. fura az élet, hogyha ő ott hagyta volna őket a picsába, megzabálják őket a zombik, és akkor azt a piros kabátos embert sem ölik meg, és akkor nem kéne izgulni ezen, de hát ezért van a forgatókönyvíró agytekervénye, hogy ilyen szálakat belevigyen. Igen. És most aztán várhatunk, hogy hosszú-hosszú hónapok így megint. Hát, ja. Majd most, hogy már kezd beindulni a vikingek, ott van a Last Ship is jön, tehát azért lesz ellátottság itt. De akinek nehogy Isten akut zombi hiánya támadna, Van, az és én még le vagyok maradva, úgyhogy mondjad nyugodtan. Hogy az pont mondjuk az első évad lement, aki nem látta az az én és önt, azt nyugodtan nézze meg, az egy jóval könnyedebb hangvételű és poénosabb, de szintén zombi apokalipszis után játszódó sorozat, de szerintem erről már egy pár szót valamelyik adásban ejtettem, de egy jó poka sorozat, nem ennyire nagyon durván vakbélgyulladás és kordéra feldobott, mint a Walking Dead, de aranyos, illetve most indult a harmadik epizódnál jár, szintén képregény adaptáció, az iZombie nevezetű sorozat, ami pedig len arról szól, hogy egy Steve Jobs meghal, és belőle lesz az iZombie. Nem, akár az is lehet. Apple vonal nincsen benne, de az egyébként orvosként dolgozó hölgyemény megfertőződik és zombivá válik. És ennek hatására, hogy az átszet fent tudja tartani, de ne a tudatánál is marad egyébként. És róla szól ez a történet, és karrierváltás gyanánt elmegy a rendőrségre a korboncnoknak. Hogy de hogy az egyrészt... anyámban van, hogy reggel 8-tól 4-ig nem vagyok zombi, azt utána vagyok zombi? Nem, ő folyamatosan zombi, csak valami félre siklott nála ennél a megfertőződésnél, ez még egészen annyira nem derült ki, tehát minden poén nem lőnek le az elején, de hogy tudatánál maradt, és nem non-stop megy és zabálja az agyakat, hanem tud önkontrollt tartani, és még funkcionál szociálisan. Erről szól. Még annyira nem derült ki, hogy mi lesz belőle, de ez is egy jó pofa kis zombi sorozat, hogyha netán valaki tényleg nagyon nagy zombi hiányba szenvedne, akkor el tudja ütni az időt most egy-két dologra, amire indul a következő Walking Dead. Zsíros deszka. Menjünk az olvasói kérdésekre? Menjünk az olvasói kérdésekre. Repüljünk rá, jó. Alright. Balog Dávid. Most már kimondhatjuk a cég nevét, mert beszéltünk is vele. Mire gondolsz? Majd mindjárt megérted. Az oxigén a közelmúltban megnyert pere után visszatette a polcokra a nikotin tartalmú utántöltőket. Zentai doktor meglátása szerint most kell e-cigaretta boomot elérni, amíg a TPD hazai szabályozása kidolgozás előtt áll, hogy komolyabb tömegekkel számoljon a hatalom, és esetleg észszerűbb lehessen a végkifejlet. Hát ezen mit lamentáltál, hogy kimondhatjuk el? Hát kimondtuk Hát az már. Oxigént, Persze, most már kimondtam. Igen. Tovább, és szó szerint idézem, a 3 jóképű szerint milyen következményekkel járna, ha ezen bírósági döntés alapján minden boltos visszatenni a polcra a nikotinos likvidet? Milyen módszerekkel lehetne szerintetek e-cigi boomot elérni? Egyáltalán elképzelhetőnek tartjátok-e egy esetlegesen a forgalmazók által létrehozott érdekvédelmi szövetség hatékonyan fel tudna lépni a törvényi háttér nélkül jövőbeni lefoglalások ellen? Itt egy kis hangsúly para volt, de a lényeg érthető volt. Örülök a kérdésnek, mert én pont ezen lamentáltam, hogy még erről tudnék beszélni egy keveset.
vagy eszmefuttatni. Do Futtasson. it. Futtassad, futtass meg. Három Jó, jó képűnél én elakadtam. ezen gondolkoztam, mert ugye most a Zsolt beszámolója alapján, amit elmondott, a bírósági határozat az konkrét márkájú, konkrét termékekre vonatkozik. Tehát ez igazándiból két dolgot vetít előre. Egyrészt, hogy igazából ez a bírósági határozat Zsoltot sem védi, hogyha új ízeket akar létrehozni. Hogyha nagyon szőrszálasogatóan nézzük, már pedig a hatóságok úgy nézik. A másik meg az, hogy szerintem ez igenis védi a forgalmazókat. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy a bírósági határozat az kvázi megsemmisíti a Demének által a torkán lenyomott koncepciót, miszerint a nikotin tartalom miatt valami gyógyszer. Ott a szakértői, ugye volt először dr. Farsalinosnak a szakértői véleménye az eszmókeres fel kapcsán, és most a perőre felvételen, amiről beszéltünk és beszámoltunk a múltkor, és nem akarok hülyeséget mondani, igen, Angyal Miklós doktornak a szakvéleménye, ami megtört ezt a jeget, és kimondta a bíróság, hogy ez nem gyógyszer. Tehát itt igazából az történhet, hogy nem védi ez az egész forgalmazókat attól, hogyha a NAV beüti a fejét, és megint elmegy lefoglalásokat csinálni. Azok, ha ezt szeretnék, akkor ez lesz belőle. Viszont ott van az orbitális nagy különbség, hogy hiába nincsen precedens jog, kétszer a bíróságon ez már szakértői vélemény alapján ki lett dobva. Tehát tényleg nagyon-nagyon szemellenzős butának kell lenni, hogy fejjel menjen a falnak a hatóság, hogyha ezt a vonalat erőltetni szeretné. Tehát ebből a szempontból valamelyes biztonságban lennének azok a forgalmazók, hogy visszapakolnák a nikotinos likvidet a polcokra, mert az látszik, hogy ha jogi útra terelődik ez a dolog, akkor ott nem áll meg a vár. Persze nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy ezt azt tudja megtenni, akinek egyrészt van elég vér a kucájában és bevállalós, másrészt fölmeri vállalni, hogyha ne egy Isten tényleg annyira sötétek a hatóságuk, hogy a két orbitális bírósági pofon után még mindig szeretnének házhoz menni, így a pofonokért, akkor be tudják vállalni azt, hogy ez Herceg utca, járkálni kell, ügyvédet kell fizetni, stb. 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 Tehát akik ezt be tudják, bemerik vállalni, azok akár nyugodtan is aludhatnak, mert a látszat az az, hogy a bíróságon ezek elbuknak. Hát igen, csak ugye a Zsolt volt az első fecske, de kérdés az, hogy ki mennyire tud, ugye azért a Zsoltnak is ez egy óriási anyagi kár volt abban a pillanatban, amikor ez megtörtént. Kérdés az, hogy hogyha te egy kisebb boltos vagy, vagy egy kisebb forgalmazó, hogy te ezt be tudod-e vállalni, hogyha esetleg a legrosszabb forgatókönyv szerint mondjuk foglalnak, és egy 2 éves hercegúrca fog következni ezután. Hát igen, ez nyilvánvalóan azt tudja meglépni, aki ezt bemeri vállalni. Ennek a ez mindenféleképpen, nem is tudom, meggondolandó. Egy picit közbevághatok itt? Persze. Az, aki azon fog gondolkozni, hogy merje-e árulni, és mit merjen árulni, az nem fogja árulni. Az nem. De szerintem nem fog árulni, és akkor azt fogja mondani, X vagy Y gyártó jelen esetben, hogy nekem a kezemben van ez a határozat, ha az enyémet árulod, akkor nem 100%, de mondjuk legyen 85% az, hogy mögötted fog állni ennek a papírnak az ereje. És akkor azt a likvid márkát fogja, az a kis boltos árulni, aki nem engedhetné meg magának egyébként, hogy a polcáról levegyenek egy nem X, hanem Y márkájú likvidet, szerintem, nem? Ezt a Zsolt egyébként, ezért is kérdeztem rá, tehát a Zsolt az nagyon határozottan megmondta, hogy ez az ő termékeire vonatkozó bírósági végzés, tehát ezzel azért
más termékeit nem lehet betakarni. Nyilván lehet mondani azt a foglalónak, hogy na de ember, hát van egy bírósági döntés az ebben az ügyben, és ott a nikotinos likvid nem gyógyszerként van apostrofálva, és majd az ott eljárónak a saját belátására lesz bízva, hogy ő fölmerje vállalni azt, hogy perre viszik, vagy nem. Na, ez itt két külön dolog van. Tehát alapvetően az, hogy nevesítve vannak a termékek, az azért van, mert adott termékeket foglaltak le, és ezekről szólt az eljárás. De a szakértő tanúk nem a felől tanúskodtak, hogy ezek a nevesített termékek nem gyógyszerek, hanem ők nagy vonalban, általánosságban bizonyították észérvekkel, hogy miért nem áll meg a vád, hogy ezek globalice gyógyszerek, tehát azok a konkrét termékek is. De nyilvánvalóan az eljárás Egyébként szerintem is keretében így úgy van. kell a határozatot meghozni, hogy márpedig ezek a termékekre álló vád nem állja meg a helyét, sűz, de ettől függetlenül a szakértői tanúknak most nem jut eszembe a megfelelő szó, tehát a Igen. szakértői tanúknak a vallomása ebben a kérdésben, az teljesen általánosságban fogalmaz minden nikotintartalmú e-likvidről. Tehát ha konkrétan az a határozat nem is véd minden terméket, mert az adott ügy adott termékekről szólt, a kettő darab szakértői tanúvallomás, ami megtörtént, az globalice egy kézzel fogható valami. Szerintem jól mondja a Krisztián, mert ezek a törvényszéki akármik, vagy kirendelt hatósági Hatósági szakértő. szakértők, ugye te is azt csinálod, hogyha egy autó azt mondja neked az ember, hogy rángat, akkor elkezded az egészet a tűztől, és megnézed, hogy mi az alapkiváltó ok, és itt is ez volt szerintem, hogy akármilyen refraktométer, megatököm tudja mivel, megmondták, hogy ebben ez, és ez, és ez, és ez az alapanyag van. És még ismeretlenül se kellett tovább mennem, mint négy. Ugye? Cigi VS, Igen, e-cigi igen. alapanyag. Tehát azt mondták, hogy van benne propilenglikol, ennek ez. Növényi glicerin, ennek Glicerin. ez. Arom. Aroma, ennek ez. És szerintem még ez lehetett a legproblémásabb, az aroma. Mert azt mondja, hogy nikotin, ennek meg ez. És kész, vége, punktum. A végén jön belőle egy produktum, aminek az a fantázia neve, hogy Formatos Corta. Most nézem itt a nutellás üveget, de tehát akármi lehetne a neve, szerintem őrületes 18-asok vagyunk, őrületes fasság lenne azt kijelenteni, hogy azért, mert mondjuk a címkén félrenyomtatta, és a Raspberry helyett a következő címkén az lesz, hogy akármi, vagy a Blue Ice-on az lesz, hogy kék jég, azért az már nem ugyanaz. Tehát emlékezzetek vissza, amikor a Mystic Peti beszélt nekünk arról, hogy minden engedélyed megvan, és akkor mondta, hogy természetesen minden dokumentum az adott anyaghoz megvan, mindenféle nyilatkozatok, nyilvántartások. Én úgy gondolnám egyébként, hogy nem ismerem a határozatot sajnos, de azt mondanám, hogy az lenne az észszerű, hogyha azt írta volna le a szakértő, hogy az a likvid, amiben ilyen összetevők, ilyen arányban vannak, az nem esik a gyógyszertörvény hatája alá például. Tehát én ezt így tartanám logikusnak. Aztán lehet, hogy nem ez volt benne. Szó, hát azt átvettük, ugye, mert hogy szó volt róla. De egy kicsit kevered, mert amit te mondasz, az nem a szakértőnek a dolga, hogy ezt kimondja, hanem ez a bíróság dolga, hogy ezt így konkrétan kimondja, de alapvetően nem, arról van a itt szó. Szakértő elmondja a véleményét, de ő Igen, a véleményét arra mondja el, hogy ennek ez az élettani hatása, annak az, amannak amaz. Tehát nem azt mondja, hogy a mentolos fekete ribizlinek az az élettani hatása, Persze, hanem a komponensekre, és akkor ő a komponensekből összerakva azt mondja, hogy ennek nem, annak sem, amannak sem, és amannak sem, tehát a végterméknek sem például. Tehát biztos hát pontosan tanulságos. Erről van szó, és hát
Pont ezért mondom, hogy maga a szakértő tanúknak a logikai levezetése az egy általános érvényű valami, ami alapján konkrét termékekre meghozza a bíróság a határozatot, de maga a levezetés az ettől függetlenül érvényes marad az összes logikai is. Azt szerintetek meg lehet valahonnan szerezni publikusan a határozatnak a Oh, hát erről a Zsoltot kellett volna szövegkönyv. megkérdezni. Na mindegy, akkor ráírok majd. Jó, menjünk tovább egyébként, mert még van sok kérdés. És érdekes mód külön kérdésben tettem föl, hogy már akkor tudtam, hogy ez lesz, és nem rengeteg, de túlnyomó részt nikotinos kérdések vannak. Miklós József kérdezte, hogy, illetve mondta, hogy megkövezhettek a kérdés miatt, de ha legális lesz a nikes leves, akkor mi vásárlók olcsóbban kapjuk a pult felett, vagy ez csak a kereskedőknek fontos? Aki érti, érti, aki nem, az pont, pont, pont. Én úgy gondolom, aztán ti jöttök, bocsánat, hogy előre vettem magam, hogy a likvidnek az ára az nem a pult alattiság, meg a pult Felettiség, felettiségnek így van. a meghatározója. És mást is gondolok erről. Sőt, én azt mondom, hogy ha valaki a pult alatt árul, az például nem adhatna róla számlát, ergo például annak olcsóbbnak kéne lennie. Én nem gondolom, hogy azért most a 1000 forint per 10 millit meg kéne kapnunk 200 forint per 10 milliért. Azért, mert visszatérünk oda, ahol 2 éve voltunk mondjuk. Igen, szerintem sem Tehát változtatott nem volna ezért fog semmi. az ára változni, ha szerintem, ha változik, az azért kell, hogy változzon, mert amikor 2010-ben, 11-ben mondjuk elszívtál egy nap 1-1,5 milli likvidet, ma elszívsz 30-40 milli likvidet. És nem volt nagy túlzás abban, sőt, semmi túlzás nem volt abban, amit most kijelentettem. Tehát itt a felhasználási szokások is megváltoztak. Amit Meg a készülékek, meg a ugye? hát igen, csak azt mondom, hogy tehát a készülékek indukálták azt, hogy a felhasználói szokások most már nem ott merülnek ki, hogy egyszer sem töltöd meg a Helixedet egy nap. Ha valaki reagálni akar rá, akkor reagálni fog rá. Ha meg nem ő reagál rá, hanem mondjuk a versenytársai, és emiatt neki rossz lesz, akkor reagálni fog rá. És a vége szerintem az, hogy a végső soron, rövid időn belül a végfelhasználók fognak jól járni. Ismétlem, a piacon jelenlevő kereskedőktől, nem azoktól a zugkeverőktől, akik mindenféle papír meg háttér nélkül kevernek otthon, mert azoknak aztán édes mindegy, hanem azok fognak árversenybe lépni szerintem egymással, akik nagy mennyiséggel a piacon vannak és tudnak maradni. Tehát itt nem egy-két literekről beszélünk mondjuk havi szinten, szerintem. Igen, és ugye hozzátenném azt is, mert az nálam kiverte a biztosítékot, de annyira, hogy még hozzá se szóltam, amikor a valamelyik Facebook csoportban épp a borászati alapanyagokból való keverést reklámozták. Én már azt föl se veszem már azt, meg az azúrt. Isten. Nekem muszáj még megjegyeznem, hogy veszélyesen pongyul a fogalmazás. Nincs ilyen, hogy ha legális lesz a nikes leves. A nikes leves jelenleg is legális, csak illegálisan üldözik a hatóságok. Pont. Tehát ez, én minden alkalmat megragadok rá, hogy ezt elmondjam, mert ez konkrétan nem igaz a kijelentés. Valamit elkezdtél, Hát így. Kritika? Ne, semmi, ennyi. Ja, Ennyit jó. Tehát én úgy mit látom, akartam mondani. hogy az árat. Ebben abszolút egyetértünk, hogy a piac fogja az árat megszabni, illetve a kereslet-kínálat nyilvánvalóan. Ettől én sem gondolom, hogy olcsóbb lenne a likvid, mert hogy lehet nikotinost árulni. A nikotin a legnagyobb tétel. Az egyik legnagyobb tétel, inkább úgy fogalmazok a likvidben. És hát ha nullás eddig 1000 volt, akkor 18-as is 1000, hogyha valaki így árult.
Mondjuk én nem így árulom, tehát én nálam számít az, hogy mennyi nikotin van benne. Másnál De is szeret számított, számolni. ha Nem visszaemlékszem. azért, Krisztián, ez hülyeség, hogy szeretek Én csak számolni. vicceltem. Ha a nikotin a legnagyobb tétel, akkor valahol nekem, és szerintem egyébként ez a jó üzletpolitika, hogy valahol még ezzel tolerál, nem hogy tolerálod, hanem jutalmazod is azt, aki lejjebb veszi a nikotin szintjét, mert Sőt, olcsóban máshol, jut. Fifika, Krisztián úgy biztos megértené, hogyha azt mondanád, hogy, és én is azt fogom most mondani, hogy ha valaki egységáron adta neked ezelőtt 2 évvel a 6-os likvidet, meg a 18-ast, akkor teljes bizonyossággal megnyugodhatsz, hogy nem a 6-osnak a nikotinjából kalkulálta ki az állam. Tart ki a 11, van. Tehát ergo, te megvetted a kevesebb nikotinnal, de ugyanannyit fizettél érte. Ez így van. De abszolút értem, pont ezt akartam mondani, hogy a másik fajta árképzés, az általányosítás, ahol pedig aki kevesebb nikotint fogyaszt, azzal fizetetik meg a nagyobb nikotintartalmú fogyasztóknak a nikotint fogyasztását. Persze ez az egyértelmű. Jó, mehetünk tovább. Persze. Solymosi Attila kérdése. Nekem lenne egy kérdésem, amit, ha jól tudom, egy adásban sem tettetek fel, vagy tettek fel, vagy érintettetek, és zárójel dicsérjük meg. Ma fejeztem be az eddigi adások végighallgatását, kb. Másfél hét volt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Milyen hatása van a végének az emberi szervezetre? Értem ez itt ez alatt azt, hogy például vízmegkötő hatása van, és hogy ez nem terhelje meg a vesét. A vesét semmi szín alatt nem terheli meg. A nyálkahártyát és a bőrt terheli meg, ezért kell fokozottabban figyelni a vízháztartásra. Annak, aki gőzlér, és egyébként is fokozottabban kéne figyelnünk a vízháztartásunkra, mint amennyire figyelünk, hogy mindenki 2 liter fölött fogyasszon napi szinten jó minőségű, és még csak azt sem mondom, hogy ásványvizet, hanem jó minőségű tisztított vagy tiszta vizet. Csapvíz lobbista vagyok. Én is, abszolút. És sótartalma kell, hogy legyen a víznek, gondolom ebbe is egyetértünk, mert hogy a desztillált víz amúgy a nulla felé tendál hasznosságát tekintve, de finomodik, finomodik, de amikor kijön a végén a csőnek, ott még nagyon nem jó. Nagyon nem finom. Tehát ezekre kell odafigyelni, de önmagában a szervezetben felszívódó anyag, az például a vesét, azt semmi szín alatt sem terheli. Ellenben mondjuk az alkohollal. Tehát inkább ezen aggódjunk egy hétvégi igen. dorbézolás után. Vagy mondjuk a leszoktatásra való gyógyszerre. Igen. Ami öl konkrétan. Öl butít és nyomorba dönt. Mehetünk tovább? Persze. Jó. Utolsó kérdés Barkó Gábortól. Engem az érdekelne, hogy mi a véleményetek a különböző egzotikumok, például kapszikum adagolásáról, szeretetlen lötyinkhez. Kapszai cím. Láttam egyébként, hogy írtatok. Én a kapszaicinról már az adás elején elmondtam, hogy ez egy jó dolog. Egyetlen egy dologra hívnám fel a figyelmet, ha már nikotin napot tartunk, hogy amit a Charlie is említett az egyik adásban, azt hiszem az 5 pont, az 50. podcast utáni adásban beszéltünk arról, emlékszel rá, hogy a Peti 18-as Hellfire-t küldött, és hogy annak már nem volt az a hatása, igen. mint a nullásnak. Tehát a kapszaicin és a nikotin egymást kioltó hatáshoz. Nem, hát, úgy van, hogy mondta, hogy 18-as küld, mert abban kevesebb a kapszaicin, mert a kettő az együtt fogyaszthatatlanná tenné egymást, úgyhogy ergo gyakorlatilag kijelenthettük, hogy a 18-as nikotin erősebb, kapszaicinben gyengébb,
ezért a tudatlanokkal lehetett menőzni, hogy 18-as Hellfire-t szívok, Fú. közben pedig abban kevesebb a kapszaicin, Közben pedig egy innen kevesebb. csókoltatom Csirik Lacit, aki értetlenül állt azelőtt, hogy egyből tüdőre szívtam a 18-as Hellfire-jét. Ennyi. Ez most szerintem egyébként olyan, mint a színes likvid. Valamit bele kell tenni, hogy azt gondolják, hogy még jobb tőle a likvid, de annyiféle íz van számomra a málnán kívül, hogy én még fölöslegesnek tartottam ilyenekkel kísérletezgetni. A kapszaicint tőlem egy-két ember viszi, de úgy, hogy kihígítom neki ilyen Hellfire alá valahova, és azok szokták használni egyébként, akik mondjuk már lementek nikotinszintbe, de még hiányzik nekik az, hogy az a csípősége meg legyen a nikotinnak. Ugye a nikotinnal szemben a kapszaicin az nem csak a torkodban fejti ki a hatásod, hanem a tüdődben is. Tudnék mesélni róla. Az első Hellfire-ös lukkom az de, borzasztó de sokan, volt. De sokan használják ilyen kvázi nikotin pótlóként a kapszaicint. Egyébként azt onnan tudod, hogy elrontottad az arányokat, amikor letüdőződ, és már amikor szívod lefele, akkor vered a fejed a falba, hogy ezt még ki is kell fújni. Hogyha ilyen kicsi adagokban teszed hozzá, tehát tényleg csak annyira, hogy éppen, hogy érezd, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy tegyél bele egy cseppet a 10 millibe, aztán szívjál legalább 10 slukot, mert ennek ilyen összeadós hatása van. Tehát, hogy szívod az első sluk, hát az nem is erős. Második, harmadik, negyedik, és az ötödikre már kezded érezni, hogy ja, bocs. Akkor ez nem jó, dobjuk ki, és irány a lefolyó. Vagy higítsuk. Na, hát nagyjából ennyi lett volna szerintem a mai adás. 2 óra 11 percnél járunk. Csináltam egy YouTube, nem csináltam, hanem találtam egy YouTube videót, ha már ennyit gőzlereztünk. A gőzler török szó egyébként. Gőzlér. Jó, de jó, török szó és szemet jelent. Igen. Igen, és ott a videóba betett egyébként ilyen 30 centis műszempillával rendelkező török lányt, ott ez a álig borotvált török lánynak a videójában, aki talán az a címe, hogy Gőzler, és ez a reflénye is, tehát érdemes meghallgatni magát oda ott. Hogy milyen az, amikor valaki már, mint én, mondjuk ez egy lassú szám, de kéne keresni egy gyorsat is egyszer erre. Tehát ő a szemekről énekel, ellentétben Krisztiánnak, aki a gőzlérekről fog egyszer hegedülni nekik. Új. Azt a hegedülés van mióta ígéri. Úristen. Én viszont akkor csak most teszem be a linket, szerintem ez mehetne a kultúrába, orosz videó a közlekedésről és a gerilla harcról ellenük. Úgyhogy amikor a járdán közlekedő autót te megállítod, majd azt mondod, hogy a szélvédődre ragasztok egy olyan matricát, hogy paraszt vagy, és ő erre elkezd matatni, és azt mondja, hogy ha kiragasztod, akkor lelőlek. Tehát azért ott van komoly közlekedési kultúra, és a videó hátterében, tehát ők nem szarnak be, a videó hátterében meglátsz egy embert, aki felé megy, bazd meg, egy kibaszott AK-47-essel, hogy ácsi kis barátom. Zseniális. Aztán megjelenik a rendőr, és mindenkitől látványosan bocsánatot kér, hogy ő a járdán akart az autójával közlekedni. Úgyhogy szerintem az a kultúrába pont odaillik. Passzol. Ja. Már csak egy adás címet kéne kitalálnunk, de szerintem nagyon egyszerű lesz, mert rengeteg... Ez easy mód, igen. Rengeteg foglalkoztunk a nikotinnal, és szerintem most kurva jó hírek voltak, vannak a héten. Szerintem. Úgyhogy mi legyen a címe? Valami nikotinnal kapcsolatos.
fürdünk a nikotinos hírekben. Már hogy nikotin fürdünk. Akkor igen. Akkor ekkolakko nikotinfürdő. Bár nem tenném a testem bele egy kád nikotinba, de címnek... Mondhatni ellenjavallott. Igen. És nem a bőrpír miatt. De szerintem akkor 58-nak ez kis szódával, vízből pont elmegy. Legyen szerintem akkor ez nikotinfürdő. Örülök, hogy... És remélem, hogy a 2 óra 14 perc senkinek nem okoz emészthetetlen fájdalmakat a szervezetében. Lackó Attila tímen is üdvözöljük. És Andort is. És illetve Andort a macskákat. Nem tudjuk, hogy hány macska van a világon. Szerintem csak egy, és az Krisztiánnál. Ez így. Nem láttam még ennek az ellenkezőjét Andortól sem. Úgyhogy elköszönünk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönjük a bekapcsolódó Wanderer Zsoltnak is, hogy kifejtette, hogy mit gondol erről az egészről, és mi volt a háttérben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!